Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Lop a magyar a közértben. Erről most cikkek sorozata jelent meg, és ezek a leleplező cikkek arról szólnak, hogy ki hogy próbál trükközni, lopni, kicsit kevesebbet fizetni a kasszánál. Trükközés és a lopás nem ugyanaz. Kikérem magamnak a trükközők nevében. Ezt kell megvitatni. Mi számít trükközésnek, mi számít lopásnak? Hol van a határ a kettő között? Lehet-e egyáltalán határvonalat húzni? Ha én trükközöm, de nem lopok, csak kevesebb, amit például lemérek, az lopás, az áruház meglopása, vagy csak trükközés a mérlegelése. Mert kiderült egyébként, hogy ugye letörik a banánszárát, beleesznek a szőlőbe. Milyen jó az. Ne kezd már megint. Tudom, hogy milyen. De most... Tudom, hogy milyen, hogy lemé... Ne, gyerekek, nem lehet. Fogod a nájlózat, hadd, nyugi. Még el sem mondtam, mit csinálsz. Mert fölhúzom magam, már tudom, hogy te milyen vagy. Beleteszed a két szőlőt, két fürdszőlőt a zacskóba, leméred. Oda van írva, hogy 600 forint. Ráragasztod azt a rohadt cetlit, majd nem zárod le az acskót, és amíg a kasszáig mész, addig te megeszel fél kilót. Na? És ezzel mi a baj? Ez tök jó, igazad van. Te hülye vagy. Hát ha nem értem, te hülye vagy, nem, hát te aztán tényleg amatőr vagy. Próbáltam veled menni, Feri, de... Köszönöm. Milyen világ az, hogy leméred a szőlőt, lárakod, hogy 600 forint, aztán megeszed a fejét? És utána még ki is fizeted? Nem, leméred és még teszel bele. 800 trükköt tudok mondani. Én nem csinálom. De nem ilyen amatőr. Lemérem és megeszem. Hát azt mindenki tudja, gyerekek. Na, de most hadd kérdezem meg, hogy ha karfiolt veszel, akkor a karfiolnak a leveléért fizetsz, vagy pedig a rózsáért? A karfiol rózsáért. Én azért fizetek. Tehát én le is tördelem róla. Nem, most lehet, hát miközben van nekem a leveléhez? Hát úgy adják egyben. Tényleg? Sokáig friss akkor maradjon. Azt vedd meg te, Feri. Nekem jó a rózsa, mert én azt fogom megfőzni. Na most ez azért jó, mert tehát a Feri teljesen elutasítja, és abban is van igazság. Vedd meg, fizesd ki, aztán zabáld meg. Te vagy az egyik szélsőség, hogy te leszeded a boltban a karfiolnak a levelét, mert neked a rózsája kell. Én vagyok valahol középen, aki kicsit beleeszik, de azért utána le is méri. De én megkóstolom a szőlőt, például az eperben nem eszem bele, de a szőlőt én megkóstolom. Ha nem olyan, nem eszem. De mi az azt jelenti, hogy például a magyarok csinálják, hogy letöpik a banánnak a csutkáját, és úgy teszi rá a banán. Te is leszeded a banánnak a csutkáját, és mint amit van 6 banán, letöröd a 6 csutkát, és úgy teszed rá a mérlegre? A banánnál nem mindig élek vele, de ha, mit tudom én, egy ilyen 20 centis szár van rajta, akkor nyilván letöri az ember, mert hogy bocsánat, tehát nem a díszítésért fizetsz, nem a dekorációért. De ez nem díszítés, ez a banán része, ember. És megeszed, mit csinálsz vele? Hát semmi, ott fogod meg, ott a lakótelepen komposztálod? Vagy van valami állat, ami elfogyasztja otthon? Na, de ilyen alapon akkor veszel egy csomag retket, igen, és letöröd a zöldjét, és csak a retket méred le? A retket csomóra adják. Amik, ahol nem csomóra adják, mint akkor letöröd, és letöröd, és úgy méred le? Teljesen egyértelmű. De akkor miért nem hámozod meg a banán? Mit? Miért nem hámozod meg a banán? Ez egy jogos felvetés, nem gondolkodtam még rajta. Szerintem a kipróbálom. Hámozd meg a banán, tedd rá meghámozva. Igen, miért nem csak a húst? Tessék? Hát de megtehetném. De hogy tehetnéd? Hát de miért nem? Mert az üzlet is izével együtt, csutkával együtt fizet a banánért, érted? Igen, az ő bajuk, érted? Hogy nem figyelnek oda. Én ezt elég pronyon nyomom, de megnyugtattál, hogy azért mindig. Én már kikapartam a szemeket gránátalmából is a spárba. És lemértem, mint zöldborsó. Hát, mint zöldborsó, tudod? Miért fizetsz valójában? Egy mondat, ha már szóba került a spár, ott a narancssal szoktak ügyeskedni az emberek, van egy vödrös narancs, amit ők árulnak. Na most abba bele lehet pakolni, nem tudom, 3-5 akárhány, 3 kilót. A magyar nem annyit tesz bele, 8-at. Tudod, hogy egyensúlyozza? Hát, tudod, mit láttam én a spárba? Tudom. Visz egy csomó fogpiszkálót, beleszúrja a narancsba, és azzal rakja rá a narancsot, és nem fog legurulni. És a 3 kiló helyett 6 kilót visszakassza, az mert nem mérik le, mert vödrös narancs egységára van. Fogpiszkálókat szúr a narancsba, és arra rakja rá a narancsot. Mert legurulna. Ha most azt mondod, hogy de jó ötlet. Én oda megyek. Én ezt kicsit szeretem. Na? Én ezt kicsit szeretem. Ez egyfajta élelmesség. Szerintem, annyira pronyó. Én nem tudom. De várjál, mi az indiai buszjáratokon annyi ember mászik föl rá, amennyi elfér rajta. De nem szögelik oda az embereket. Mondják azt, hogy 30 hely van rajta, és nem szabad már rá fölszállni, még 20-nak. Ilyen nagy megfejtés volt nekem, mert én sose értettem, hogy a fenébe tudja ilyen ügyesen minni, hogy nem gurul le. Lopja a fogpiszkálót? Onnan szedi le a porcon? Nem. Otthonról. Hát honnan tudod, egyébként lehet, hogy igen. Ja. Nem tudom egyértelműen adni ezt, hogy ez akkora prostóság. Hát de.
Ez ugyanaz, mint a kifli megevés, meg az üdítőbe beleívás, azt nem lopod el, ugye? Csak azt azért, mire odaérsz a kasszához. Nem, az más. Az kifizetett. Ha most 5 kifliből egyet megeszel a kasszáig, akkor majd nem fogod azt mondani, hogy jaj, 5 kifli volt. Egyébként ma már 10 közértből 9-be nem mérsz mérlegen semmit, hanem a kasszánál mérik le, csak mondom neked. Igen. Én föl tudok sorolni 87 helyet, ahol megszüntették az elmúlt időszakban, az elmúlt 2 hónapban. Nem méred le, nem engedik már, mert egyébként meg mást mért le, és átcímkézte. Lemértem mondjuk a karfiolt, és nem az volt benne, és a kasszánál nem mindig nézik meg, hanem csak áthúzzák a vonalkódot. Nem, tehát most már a kasszánál mérik. Amikor ráteszed a futószalagra, ott. És mi van, ahol ilyen önkassza van? Az egyik, a Tesco-ban például, igen. Ugye mész ki, van egy rész, ahol elkezdett pakolni, ott tartod alul a mérleget, vagy ott hogy csalsz? Hát ott nem tudom, biztos megvan. Ügyes emberek biztos kitalálták már ezt is. Azt nem tudom, de mondom, sok helyen már nem engedik emiatt. De rosszat ez, aki nem szúrsz, mint tudom én, tényleg fogpiszkálott, az elég pronyog. De rosszat ez, aki leszed bizonyos dolgokat, és úgy méri le? Hát a fogpiszkál amúgy is amatőr, hurkapálcát kell. Több narancsfejjel. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy leszeded a zöldjét, nem szeded le a zöldjét. A zöldségesnél, ha nem csomagra veszed, akkor ott levágja neked, úgy méri le. Tehát ez egy csomó, hát, mint csomó. Pontosan erről van szó. Tehát, hogy a zöldségesnél megkérdezi tőled, hogy zöldje maradjon? Nem. És nem úgy fogja lemérni, hogy rárakja a zöldjét, és utána megkérdezi. Hát, ha már kifizettem, jó, de nem, nagyon maradjon. De nem méri le, ez csomóra van. Szoktak letépni. Igen, ez a sárga lépes. De a karfiolt neked nem szedi? Nem. Bocsát, ha te zöldségesnél vesz egy karfiolt, ő nem fogja leszedni neked a rózsákat, igen, és a többit meg kidobni. Azért... Hát próbálj meg egyszer meghámozni egy spárba egy görögdínyét, hogy te nem eszed meg a zöldjét. Persze, és kockázd is föl, meg üncsél egy kis meg, hát ki tudja, hogy mi lesz, azt meg tudod csinálni. Elnézést, nem szeretem a héját, hallod, nem is fizetem ki, de simán meg tudod csinálni. Ezért szerettem régen a lékelést például. Aha, meg ezért tudtam, veszek fél bent dínyét, mert látom, hogy milyen vastag a héja, érted? Aha, de nem fogok kidobni ennyi pénzt. Nem a héjáért veszem. Világos. Ez mentalitás vagy anyagi helyzet? Mentalitás. Mentalitás? Ami az anyagi helyzetből is fakadhat. Hát jó anyagi helyzetben lévő csinálja meg, mert olyan a mentalitása, vagy azért csinálod meg, mert rászorulsz, vagy a rászoruló nem csinálja meg, de közben megcsinálja olyan, aki egyébként ki tudná fizetni. Hogy van ez? Itt van velünk Krisztián. Halló Krisztián, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, te árulsz Krisztián, vagy te boltban dolgozol? A szülők a Váci piacon dolgoznak. Mi a trükközés, vagy mit csinálnak a vásárlók? Hát, például a Janitól kérdezném, a karfió, hogyha nem lenne rajta a torzsája, akkor megvennéd, Jani? Nem, mert akkor már nem biztos, hogy free. Na, látom, ugye? De azért nem vennéd meg, mert azt hinnéd, hogy nem friss. Azért, mert nem úgy szoktad meg. Azért, mert gondolkodna, hogy miért van ez így. Uborkát se hámozzuk meg a piacon. Jó, de amikor 30 dekás torzsa van rajta, hát csak nem viszem haza. Régebben hazavittem, mert voltak nyulaink. Én nem viszed haza. Lehet, hogy az is finom. Megfőzni, de csak kiderül, hogy az is ízlik. Sokat kell főzni, nagyon sok gáz fogy. De azért nem viszed haza egyébként 10 forinttal drágább, vagy azért nem viszed haza, mert fölösleges? De ha fölösleges, akkor szólsz a piacon, hogy legyen szíves, vágja le a zöldjét, és levágja, és kidobja. Igen, de mérés után vágja le, tudod, a Janit azzal varja. Igen. De persze, hogy mérés. Hát én ugyanezt mondom, hogy neked ki kellett fizetni. Azért valljuk be őszintén, ez a vásárlók meg a zöldségesek között, ez egy ilyen kis finom harcocska. Tehát egyik is trükközik, a másik is trükközik. Hát, igen, te leszeded a zöldjét, neki viszont többet mér a mérleg. Hagyj válaszoljon. Vajjál, gyermekem. Mennyivel mér többet anyád mérlege? Ugye? Én leszedem a zöldjét, te viszont 20 dekával többet mérsz. Tehát, hogy... Nem mér többet, mert egyszerűen azt nem lehet, mert a országos mérlegesügyi hivatal, meg amikor APEC ellenőrzés van mondjuk havonta, fél évente, akkor mérlegeket is ellenőrzik, és egyetlen egy ilyen mérleggel való csalási óriási büntetéseket lehetne fizetni. Hát ne is csaljatok, az jó, így persze. Hát, nyilván, de hát az szeresztő, bármikor vissza lehet mérni az árut. De bármikor. Jó. Trükköznek a vevők, amikor az alma kivarrakva 3-4 féle alma egymás mellé, és hát van a kisebb, a nagyobb, a közepes, és akkor azt mondja, hogy ezt az olcsóbbból vette. És látjuk, hogy a legnagyobb méretű, a legszebb alma, az nem a legolcsóbbban van. És ebben cserélgeti. De például a hentesnél se kérte, hogy a csirkecomból vegye ki a csontot, mert hát azt úgy cseszed meg.
Hát igen. Hát igen, de ugyanakkor vannak például ezek a látványzöldségesek, ugye, ahol nagyon szépen ki vannak rakva előre a gyönyörű szép áru, tényleg fantasztikusan néz ki minden, aztán mögül lepakolja tele az acskót. Ez most hogy jön ide? Most ne akarod a simlidet, érted, leplezni. Nem mögül, a gyümölcsöt is mindent úgy kerek, ahogy a ládában van sorba. Föntről lefele haladva. Mert ha mindenki csak túrná az epret, a barackot, a paradicsomot, akkor végén csak az maradna ott, amit te se venné meg. Jó, tegyük hozzá, hogy azért ez a vödrös tanács is egy érdekes kérdés. Mert egyrészt vannak olyan dolgok, vagy vannak olyan hiperek, ahol évről évre kisebb a vödör, ne felejtsük el. Kettő, hogy 5 kilót ígér, de ha azt a vödröt telerakod, mindennel együtt négy egy tornyot építettél, már ilyen százszor szépes cserepeket raknak ki, tudod, hogy... És csak 3 kiló a vödör a teren narancsal. Tehát, hogy azért ez a vödrös narancs sok helyen is azért véleményes egyébként, hogy 5 kiló egy vödörbe. Igen. Ez egy hiper, mi piacon dolgozunk. Tudom. Oké, menjünk el tovább, mert van még hallgatunk. Köszi, hogy elmondtad. Jó munkát nektek. Ciao, hello, Krisztián. Itt van velünk Péter. Hello, Péter, jó reggel. Sziasztok, hello, jó reggel. Te osztályvezető voltál egy hiperben? Igen, francia hiperben voltam osztályvezető. Ó, hát akkor te tudsz történeteket mondani. Elég sokat. Van egy nagyon szép történetünk. Ez igaz, hogy nem nálunk történt Franciaországban, de hát ez a csúcs nálam. Itt nagyon jó szituáció, úriember állt a kosszánál, és csak azt látta a pénztáros, hogy folyik a fejéből a vér. Óriási sikítozás van, hívják a biztonsági szolgálatot. Hát kiderült, hogy az úriember az bélszint akart lopni, berakta a kalapja alá, és a melegben elkezdett olvadni, hiszen a húslép folyt ki belőle. Na most ugye itt jön a kérdés, hogy aki rászorul, igen, az valószínűleg nem bélszint lop, vagy ha bélszint lop, akkor az nem igazi rászoruló, hanem... Nyilván ez Franciaországban történt, de hát ilyen apróságok vannak, amikor a kasszánál ugye mindenféle kellemetlenségek vannak, nézegetik a fogkrémeket például azért, mert a dobozban ugye gyakori, hogy kicserélgetik. Nyilván az olcsó fogkrém helyett a dobozba berakják a drágábbat. Akkor nagyon sok esetben megfordult az is, hogy apró, de értékes termékeket, vitaminokat, édesítő tablettákat, azokat fogták és beöntötték egy nejlonzacskóba a kisebbükbe, és akkor úgy visték ki. Nagyon sok olyan volt, amikor drágább termékeket is próbáltak, például diszperzites vödör folyik rajta a festék, hát senki nem értette, hogy miért azt akarja elvinni. Hát kiderült, hogy egy ilyen lezárható, önzáros nejlonzacskóban videókamerát rakott bele. És ugye folyt kifelé, össze-vissza. Hogy belerakta a festékes bőrömbe a videókamerát? A videókamerát lezárható nejlonzacskóba, hogy nem folyt bele. Viszont jó, kiszorította a többi festéket, azt folytatom. Mondjuk azért azt valljuk be, hogy ez nem a trükközés, ez nem, igen, ez most egy kicsit elmentik, ez már a konkrét lopások kategória. Ez már a lopás kategória. Igen. Arról beszélünk, hogy mi az, ami, ugye ez nagyon, nagyon vékony, ugye ez az ösvény, de hogy mi az, ami még belefér, kicsit trükközöl, de még nem lopás, hát morális szempontból. Ugyan megkérdőjelezhető, de nem egyértelmű lopás. A lopást totálisan elítéljük. Azt én megmondom őszintén, például a bolti tolvajok miatt csinálom azt, és megint persze éleszek, hogy hívják, a hunyó ebből a szemben, illetve nem. Tényleg az van, hogy itt tudom, hogy veszek például ilyen tasakos cuccokat, mondjuk 10 darab van egy dobozba, én mindig megnézem, hogy megvan-e a 10. Hát ezt nyilván meg kell, tehát tojásnál is megnézem. Amikor megszámolom, már várom egyébként, hogy mikor fognak rajta kapni valamelyik barkácsáruházban. Igen. Köszi, hogy elmondtad ezeket, Péter. Köszi, ciao. Szia. Figyelj csak, és hallgató kérdezi, hogy a könyvet, hogyha nem volt időt kiolvasni, akkor behajtod a szélét. Tényleg, te igaza van egy hallgatónak, téged nem sokára a KDNP-be fogunk viszont látni. Behajtod a szélét, visszateszed, hogy holnap, amikor jött. Persze, 26. oldalon tartottam, és megnézem, hogy 10 oldalt mindig elolvasok a kedvenc bukopszikönyvemből, azért meg nem veszem 1500 forintért, csak elolvasom, igen. Én azért azt bírnám, hogy valaki visszajár és szépen lassan kiolvassa a háború és békét. Miért zavar? Te válogatsz, én nem tartalak föl, nem állok beléd, ki tudsz kerülni, én ott állok a kis tetyomba, a kis könyves pultomnál, és beleolvasok egy könyv, hogy most meg akarom-e venni az új, nem tudom milyen Ken Follett könyvet, menet. És megnézem, hogy miről szól, kicsit beleolvasok, tetszik-e nyelvezete, nem tudod megvenni a nyomorúságos hátszínedet hétvégére? Tudod, az utadba állok én a rohadmányos halapultodnak? Most irigylet tőle az élmény, hogy egész nap körömrágva várja, hogy megtudja véletlenül, hogy az új Leslie Reisben a Fincs a szemébe. Hogy a buddhista szerzetesek azok vajon tényleg megtalálják az eldugott kincset? Igazi ilyen izé vagy te, aki tényleg kicsit úgy kerülsz ki engem, amíg olvasok, hogy meglöksz direkt, hogy így jaj, bocsánat,
Ne olvad, te még betűrig is vagy. Közben nincs is ott dolgod, mert halaspultba akarsz éppen belefejezni. Meg hát nem tudok olvasni. Az azért nem így van. Angliában egy hölgynek a kézitáskája ki volt bélelve nejlonnal, testápolót boldogan nyomta bele a polcok mögött. Jézus. Gyerekek, ez Anglia egyébként. Jó, de trükközős SMS-eket nézzünk, azt mondja, hogy több százezeres kár évente karfiol kelkáposzta szülő eperbanán, Ernő a boltvezető írta ezt nekünk. Sorok között dezodorral befújás, oké, ez inkább ugye már azért erősen a lopás kategória. Édesem Zossamban dolgozott pénztárosként, a dagadt apuka a kisfiával zabáltatta a somlait a bolt közepén, kifelé pedig a pénztárnál reklamált, hogy a kanalat miért nem adták oda a somlaihoz, bezzeg a Tesco somlaihoz, jár a műanyag kanál. Na. És kicsit sértődöttem mentek el. Igen, kimérős részleg az egyik hiperben, a nagymama a gyereket beültette a mogyoróhoz, amíg a mama vásárolt, a gyerek jól lakott. Jöjjön ki a magyaros pulthoz, zabált magad hülyére, jön mindjárt nagyanyád, elmegy bevásárolni. Büdös kölök, nem mozdulsz el, innen zabász. A jéját meg nem köbdössük, kited vissza szépen a jók közé. Igen, olcsó fokrémes dobozba átteszik a drága fokrémet. Oké, ide nekünk egy hallgató, Laca, közé. Egyszer az egyik multiban a mellettem álló vásárló levet egy üveg ketchupot, feltépte, a kupakot beleívott, majd visszatette a polcra. Ketchupot inni azért az már tényleg. Pislogtam, mint hal a szacsorban. Azóta mindig megnézem mindenről, hogy bontatlan-e, Adrián küldte nekünk. Hát ti is tudjátok egyébként, hogy az emberek nagy rész tényleg úgy vásárol, hogy soha nem az elsőt viszed el, ami ki van rakva a polcra, mindig mögé nyúlsz, és bizony, onnan veszed el. Én bevállalom mindig az ügyeletes rossz szerepét, de amikor elmész, és mondjuk ott vagy a pisztáciánál, a mogyorónál, a gumicukornál, nem mondd, hogy nem bele nem eszem bele. De igen. De nem. De kicsit azért van. De nem, mert nem fizet. Nem azért van. Azért van, hogy beletedd az rohadt zacskóba, lemérd és gyerekek, kifizet. Egy falat pisztácia, egy falat mogyoró, egy kicsi gumicukor, hát emberek vagyunk, hát vétkezünk. Mm-hmm. Nem? Hát dehogy. Mondja, Benikém. Muki. Jövök már. Mirek vetted, nem? Nem, azért paraszt nem vagyok. Nem, oda nem bányok. Ment ez a rohadt gumicukor. Nem, azért belefulladni, nem fulladok be. De beleeszem. Én a mogyoróba is, egy falatot. Igen, hát emberek vagyunk, hát nem. Tehát igen. Figyelj, oda-vissza mennek ezek a trükközések. Ez annyira egyértelmű. Csak nem fogod megvenni. Ezért volt már olyan, hogy rám szóltak, hogy ne mögül levegyem ki a felvágottat, ilyen erőcsomagolt felvágottat, ne előre, ne hátulra, hanem előről. Mert akkor az első nem fogy, de mondom, az egy nap múlva lejár. Ennyit nem tudok megenni egy nap alatt, érted? De hogy a... Hát bocsánat, hát én vagyok a fevő, akkor nem kérem kirakni. Szerintem, igen, meg szerintem az alja ott van. Menekülsz, mi? Most visszatámadsz. Szerintem lopni, akkor lopnék, ha fognék egy adag pisztáciát, nagyot, rányomnám a mogyorócetlit, kivenném. Az aljas. Aha. De most kétszem kóstoló mogyoró. Egyébként nekem egyszer egy hiper... Kétszem abból a rohadt dinnyéből. Na! Jó, igaz. Te a szíved szerint tényleg a görög dinnyét is meghámoznád. Okay. Jó. És így kicsit csurognak, kicsit csöpögnek, és a pirosat így vinnéd egy ilyen masszában a pultot. Elnézést, még négy léket tudnád? Szóval te ne, a Feri Dubán, ha gyerekek veled is együtt, én pokorra kerülök, az biztos. Egyszer egy hiperben dolgozó barátom elmondta, ezt én már elmondtam, de azért mindig elmondom, hogy a mogyoró, a pisztácia, a gumicukor, a műzli, a tudják, hogy beleszel. Aha, igen, benne van az, hogy ez benne van, ugye? És kicsit benne van, mert azt mondják, hogy ma beleszel, holnap is hozzánk jössz vásárolni, és egyébként egy csomó minden mást megveszel, ami nekünk jó. Aha. Tehát kvázi policyként ezt így kirakják, nyilván nem az, hogy két év bevásárló szatyorba viszed ki a motyorot, és tele öntöd. Én ugye ezt hallottam a handicamekről. Kettő-három mindig benne van. Ezért is szuzagoltam bele a disperzites lödörbe. Nem azt mondom, hogy lopjuk, mert azt elítéljük, de hogy egy falatot beleszel, azt mondjuk beleszel. Na játszunk! Jó, köszönjük szépen az SMS-eket, gyerekekkel. Ezért érdekesek ezek a témák, ki így, ki úgy gondolkodik. Hát igen, érdekes. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van egy rejtély, amit meg kellene oldani. És ez a rejtély, ez igazán izgalmas. Norvégiában történik egy golfpályán. Egy norvég golfpálya tulajdonosa 10 éve keresi azt az illetőt, aki éjszakánként telegíteni a lyukakat. Folyamatosan visszajár éjszakánként, a WC papírt is a pályán hagyja, és a pálya menedzsmentje nem nagyon tud mit csinálni, ugyanis nincs a kezükben még az az eszköz, amivel elkapnák emberünket, aki minden este rendszerességgel minden nap visszajön, és betömködi a lyukakat. Egy igazi lukra járó. Csak a lukba gitte. Igen, nagyon jó. Aha.
ha kicsit komolytalanra váltunk, ez nem egyébként igazán jó fejség. Tehát, hogy az de mi zavarja? Tehát, mert azt azért csinálod. Több minden lehet, tehát ezt kellene megfejteni, hogy mi ennek az oka. Egyelőre nem tudják bekamerázni a helyet, mert engedélyekhez kötött. És most azon gondolkoznak, hogy ilyen baromi nagy reflektorokat állítanak föl a golfpályára, amit belőnek este, vagy ami mozgásra beindul, hogy rajta kapják a tettest. 10 éve nem tudják elkapni, hogy ki az, aki bemegy, kiválaszt egy lyukat, és üzemszerűen iszintesre hozza. Egy igazi profi. Nem az összes lukat tömi, hanem így változóan. Hol egyik, hol másik. Nem tudja az összeset, hol az egyiket, hol a másikat, igen, hol, ha jó formában van, akkor esetleg kettőt. Nem tudja ez a norvég golfpálya megfejteni, hogy ki az illető, és hát ott hagyja a WC-papírt nagyon akkurátusan, bemászik, átmászik a kerítésen. Egyszerűen nem tudnak rájönni. Másnap a golfozók, amikor mennek, hogy akkor menj a greenre, és akkor próbálj egy kicsit ütni. És ugye, nem hát, a greenre mész, hanem a brown-ra. És próbálod ugye a hatos lyukba betalálni, de csak tovább megy az a fránya golyó, és ott jössz rá. Gondolom, ez lehet az a norvég golfpálya, ahol a legnagyobb a negatív rekord. És ismét 478 ütésből sikerült teljesíteni az egyébként 12 lyukas pályát, mert senki nem akart ütni egy birdit, tudod. De megállapították. Francban. Kivennéd a golyón? Köszönöm. Képzeld maga a norvégok, akik visszafogadtál, tudod, a kis kockás, kis szépen vasalt nadrágjukban mennek, fehér cipő. Úgy, ahogy kell, és balkáni természetességgel gitteli valaki. Jó, a golfpályán megállapították a méretéből, hogy csak is férfi lehet. Tehát méretből tehát azt mondják, hogy bevonásával nyomoztak. Méret és állapot. Aha, két vonal van, vagy az egyik a bosszú vonal, vagy pedig a másik az, hogy egyszerűen a főépület túlságosan messze van még ahhoz is, hogy mondjuk golfkocsival visszaérjen a budira. Okay. Mondjuk egy nővédő egyesületek szerintem már reklamálhatnak, hogy azért ez meglehetős torzítás. Tehát az alakja és a mérete alapján megmondták, hogy férfi. Tehát, hogyha én nővédő egyesület lennék, azonnal reklamálnék, hogy kikérem magamnak ezt a fajta diszkriminációt. Nem? Miféle ostoba diszkrimináció az, a méret alapján az szek, hogy ez csak és kizárólag férfi lehet. Hát ez van. Hogy lehet ilyen? Na ezt figyeljék, Matilda kedves. Jó, nézzük meg a másik oldalt, mi van, ha a reklám? Mármint... Hát a reklám. Hát emiatt nem mész fel a reklám. Golfpályára. Hát mi van, ha a reklám? Uh-huh. Norvég golfpálya. Hát csak rákeresem, melyik golfpálya, hol van, 10 éve. Olcsó reklám, gyorsan aha, mindenki megtudja. És azt mondják, ott nem tudom meg. Nem tudom, Borhó Hessin ennek, hogy akkor csináld meg. De mennél oda ezért? Hova? Golfozni? Hát nem. Hova? Kicsoda? Svédországban például. Svédországban például halad fogni. Kicsoda? Kicsoda? Én? De most csak végigveszem a lehetőségeket, hogy ne felejtsük el azért azt sem, hogy mi van, ha reklám. Nem? Reklám a másik golfpályának, ami mellettük van. Mert tudod, mi van? Valaki golfozni szeretne. Oké. Oda megyek. Oké. Ide nem megyek be, mert itt barnák lesznek a tehát anti-reklám? Labdán. A konkurenciától? Van, és ott van mellett a konkurencia, ahol viszont érted. Tehát arra gondolsz, hogy a konkurencia tulajdonosa minden este 10 éven keresztül bemászik a norvég golfpályára, és azt rohadjatok meg, hogy ilyen olcsó a bérlet! Így van. Nem van! Jó, a kiszolgálás, rohadjatok meg! Megy, most ezen túl majd ide fogtok jönni, és akkor ott van mellett. És képzeld, ebben a pillanatban már titokban felszerelik a kamerákat és a hatalmas reflektorokat, te 8 reflektor berolnak rendőrök, te pedig ott googolsz egy luk. Nézzétek a másik golfpálya igazgató, és iszonyatosan gittet. Hát azért érdemes ezen elgondolni. Én úgy örülök, amikor ezt olvasom, hogy a norvégoknál is van ilyen, mert ezt elolvasod, hogy tényleg nem tudom, valahol Magyarországon egy kis faluban mindenki másnap minden parasztház elé letesz egy csomagot, azt nagyon azért nem lepődsz meg. Nézzük meg azért, hogy néz ki egy vasúti WC. De azért a Norvégia, ahol elegáns, szépen jól öltözöttek, visszafogottak, északiak, tudod, és az egész is minden nap valaki telegíteli a golfpályát. Picit visszajöttek a viking idők. Nem lepődnék meg, ha ez a hír arról szólna, hogy egy vendégmunkás. Simán lehet. Vagy valaki, akit nem fizette ki 10 évvel ezelőtt, vagy úgy rúgtak ki onnan arról a golfpályáról, hogy voltak még követelései a céggel kapcsolatban, és picit ezért megsértődött. Nekünk is volt ilyen, annak idején a hétvégi teleknél, amikor nem akartam kifizetni egy fűnyírást, amit nem kértem. És aztán, amikor legközelebb mentünk, akkor ott volt a kerti kapu előtt a csomag. A nemes bosszú, tényleg. Azt mondja, hogy Zuglóban laktam, minden reggel egy önkéntes fittipaldi, egy pirus zsiguliban úgy nyomta a gázt a sportkipufogóval, hogy a környék összes autóriaszója megszólal. Többször próbáltam elkapni, egyszer véletlenül megláttam, bementem az első festékboltba, vettem 3 flakon púrhabot. Teli nyomtam a kipufogóját, azóta nem láttuk, csend van. Ezt Miki küldte
nekünk. Ugye a főnök beszólt, felidegelt, ezért másnap csodálkozott, hogy az autója 4 téglán áll. Ezt kis csávó küldte nekünk. Fickó beállt a kapubejárómra, miközben álltam ki az autómmal, szóltam neki, hogy legyen szíves elállni onnan, erre megrántotta a vállát, és bement a szomszéd bútorboltba. Bezártam a garázskaput, elővettem a szép kiszedőt, az nem tudom mi, és minden kerékből kiszedtem a szelepet. Ugye a szelepkiszedő csak rövidített, így van. Ráragasztottam a szélvédőre, és ráírtam egy lapra, rossz helyen állsz köcsök, de ott is maradsz. Aztán elmentem dolgozni busszal. Délutára elvitte az autót, ez Szabi küldte nekünk. Egy nagyon munka volt, kollégámat intéztem el úgy, letekertem a WC papírt, megszórtam üveggyapottal, majd visszatekertem neki. Hatásos volt. Többet nem hagyta lehúzatlanul a retyót. Mondjuk, aki lehúzatlanul hagyja a retyót, megérdemli. Üveggyapotban megforgatod a WC papírt. Az karcol, az finom. Nekem egy gonosz főnővér volt a főnököm, és egyszer összeszedtem egy nagy zacskó friss kutyaszart, az egész autóját bekentem vele. Soha nem derült, hogy én voltam Puszi Judit. Csajok is mire képesek egyébként, igen, nem? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Kérlek szépen, említettem már nektek, hogy a 40 évet betöltött férfi embernek időről időre egészségügyi szűrésre kell mennie. Bizony. Befizettem egy csomagra, mert úgy éreztem, hogy mondom, itt az idő, nézzünk át mindenféle dolgot. Egy nagyon helyes budai kis ilyen vizsgáló központba mentem el. Aranyosak, kedvesek, töltse ki. Már ott néztem a papírt, hogy van-e olyan betegsége, amit titkol, tudod, ezeket ki igen, kell tölteni, igen, majd orvosság, abban, gyógyszer, igen, kábítószer, abban az esetben, hogyha vizsgálat alatt eszméletét vesztik, itt értesítsünk. Itt egy kicsit megremegett a lábam, de és hát beírtam. És beírt a zsűlt. Mert mondom, hogy úgyse jön értem. Úgyse jön értem. Ez a kis komplex szűrőcsomag tartalmaz egy csomó ultrahangot. Hm. Ezzel kezdtük. Bementem, egy nagyon helyes középkorú doktornő fogadott, és... Ez ilyen Manager szűrés? Annak az a neve, nem? Talán az egy kicsit még több, komplexebb. Az még komplexebb, ez egy ilyen 40 éves kor fölött ajánlott szűrő csomag, mondom, hogy mi van benne, egy ilyen tüdőcét. Hát, miért nem az 50-es se neveztél, mert közelebb vagy az 50-es. Nem vagyok, 44 vagyok. Ja, vagy akkor még nem. Halok, akkor tüdőcét, vér, vizelet és egy csomó ilyen ultrahangos vizsgálat. Ezzel kell kezdeni. Egy nagyon helyes középkorú doktornő van, aki ért ez a dologhoz, és egy titkárnő van mellette, egy asszisztens nő, aki írja az eredményeket. Ő egy fiatal, nagyon helyes, nagyon dekoratív. Igen. Kis hol van ez volt. A hely? Majd elárulom. Sose tudom, hogy jó-e vagy nem, ha egy ilyen asszisztens nő van előbb-utóbb azért a cégem. Azt gondoltam én is, hogy jó, egy darabig. Na, bementem a vizsgálóba, mondta a doktornő, hogy akkor vegye le az inget, feküdjön föl, tudja most ahhoz, hogy az ultrahang működjön, kell ilyen zselét nyomkodni rá. Hideg és kellemetlen. Hideg és kellemetlen. Ehhez meg kéne fordulni a Rákóczi úr, még nem az a vizsgálat. Igen, és tolja le a nadrágját. Nem, ez nem volt. Megnézték a nyakiütőreket, mi van itt, pajzsmirigy, lecsusszant a hasamra a néni, ott akkor mondta, hogy ilyen májat nagyon rég látott. Aha, annyira nagy. Csodálatos. Nem, mondta, hogy egy sem. Egy 50-es férfitől ez. De én csak megyek. Úgy is mondhatnánk májzsugorodás, gyönyörű. Nem, semmi baja nincs. Csilli-villi, máj lépvizsgálat másik oldalon. Lép, gondolom. Lép, így van. Vesék, majd lecsusszan ugye prostata. Aha. Azt is meg ultrahangozza föl. Ja, ultrahang. Ez humánus. Ultrahang, azt mondta, hogy soha még ilyet nem. Törölje le magáról a zselét, mondta a doktornő, és vegye fel az ingét. Hú, mondom végre. Ennyi? Várjál. Ja, ernyőképszűrés is volt? Igen, ernyőképszűrés. De akkor mondták, hogy húzd félre az aranyalfa. Ez az aranyalfa jelet, igen. A bizsú aranyakláncot vegye le, Ferenc, ami fennmarad a vizen. Húzik. Maga után lebeg. Tehát itt jön el az a pillanat, hogy mégiscsak kellemetlen, hogy két nő előtt fekszel így félmeztelenül. De felsóhajt az, hogy vége. Hogy vége? Mondtam, hogy köszönöm szépen, melyik a következő állomás, hova menjek át, mert ilyen külön vizsgálók vannak, és mondta, hogy sehova ne menjen, mert itt folytatjuk, tolja le a nadrágot. Ajajajajaj, de rosszul hangzik ez. Jaj, de rosszul hangzik. Hogy de hát mit, érdizület, vagy ezt nem szokták ultrahanggal? Miért a tattert? Érdizület. Mondom, hogy fáj-e? Én hát tolja le, letoltam a nadrágot, ott állok a gatyában. Meg... Boxer vagy ilyen fecske? Boxer. Helyes, jó. Nem áll. Nyugtass meg, hogy nem box. Jó. Azért. Nem akartalak megbántani ezzel a kérdéssel, csak tudom, hogy valaki fecskét, hogy ezért bíztam benne. Nem bántottál volna, meg én mondtam volna, hogy fecske. Bíztam benne, hogy 2-1-re hozzuk a boxer versus fecske arányt, de akkor hoztuk. Hát, jó, így van, nálunk ez van. Karvajok vannak a kertben. Fecske. És rajtam az ink, fölveszem, mondom, letolom nyilván. És mondja, hogy ne csak azt. Ne!
hanem, Jézusom, hát mondom, miközben mert, ott ül egy... Hogy ott ül, két hölgyel vagyok bent. Ó, két na. hölgyel vagyok bent, az tolja le a nadrág, letoltam térdig, azt mondja, de ne csak azt, hanem a kis nadrágot is. Ne. Kérdez, nézek így magamra, mondom, van rajtam még egy rövid nadrág, de nem, hogy ő a gatyára gondolt. Uh-huh. De mondom, hogy mit tetszik csinálni. Azt mondja, Here Ultra hang. Ne, Jézus Isten, nem olvastad el az apró betűt. Mondom, hogy ez benne van a csomagban. Ez bonusz. Hogy csak láttuk a műsorra, Feri, hát ha már itt van, megcsináljuk. Tiszteletünk jeléül. Hogy mondom, ez így, tehát hogy ez része? Aha, gondolom, hogy van a Here viszértágulat, ilyeneket néznek. Igen. Igen, tehát nagyon hasznos, csak nem készültem rá. És ugye ott ül egy kis fiatal hölgy, aki... Már még csak köldökig zuhanyoztál, vagy hogy érti? Ha készülsz, megborotválod, hogy mit csinál? Ilyen volt. Kiírtod az Amazon azt, hogy hozod a csempét? Gyönyörű volt. Maguka, tehát az acsi rész, az gyönyörűen minden meg volt csinálva, csak nem készülsz. Már épp kérdezni akart. Plusz akarod mondani, hogy a kis hölgy is marad. Tehát, hogy így megkérdezni. Az nem jó. És az ő marad, jó. Mert ő az, aki ugye az ultrahangnak a méréseit, azokat rögzíti. Meg hogy ne legyen szexuális zaklatás. Igen, benn van egy harmadik. Ja, hogy az azért van. Nem, nőgyógyászatoknál, nőgyógyászati vizsgálatokon, terhesszűrés, ott bent van ugye mindig. Képzeld el, hogyha Feri királt vala sikít, az vagy. Feljeletek mindenki! Befelelem magukat! Engem itt megzállok! És ha fogtam magam, letoltam a gatyát. De várjál, menjünk bele a részletekbe. Állsz egy kicsi ingecskében, letolt gatyával már eleve úgy, hogy kint maradt a méltóságod ugye az előszobában. Az teljesen letolod eleve. A kis boxer alsódat, takarod a kis csomagot, fekszel az ágyon nyomorultul egy hideg rendelői szobában, vagy állsz vele szemben, és odalépsz az ultrahanghoz. Egyelőre állsz. Egyelőre állsz, mert ugye úgy tudod letolni az alsónak. Letoltad, vagy letoltad, de takartad. Mit csináltál? Letoltam, és szerencsére az ingaszt takarta, tehát egy kicsit így ellazáztam a dolgot. Kérdezte a doktor, hogy hol van? Nem látod? Izgulunk. Azért a cekrény mögül. Mert csak azt akarom mondani, hogy az a férfi, aki látott valaha ilyen jellegű felnőtt filmet. Felejtsd el. Felejtsd el minden. Hát állítólag tetesélted a múlt héten, hogy ahogy a doktornő és az asszisztensnő ápolás alá veszik a izét a férfi pácienst, nem létezel, tehát behúzódik, érted? Visszafelé megy be. Tudom, sárpej kutya lesz. Sárpej, így. Pici sárpej. Így az orra. Ferenc, többet gondoltunk magáról? Na, és akkor ezután jön a történet, hogy a doktornéni főhúzza a gumikesztyűt, mert mégiscsak olyan résznél van, azt mondja, hogy feküdjön le. Lefekszel, nem takarod, mert ciki. Tehát nem takarod, leteszed magad mellé a két kezedet, picit fölhúzod az inget, hogy lássa, hogy neked az ott van. Elmondva is szörny. De nagyon nem akarod fölhúzni, hogy kint legyen az egész. Tehát félig takarod, majd jön a néni, a doktornéni három darab ilyen papírtörölköző darabot letép, kettőt föltesz a combodra, egyet pedig magára a péniszre, bocsánat, ez nem csúnya szó, orvosi, nekem is ezt mondták, hogy és mondja, hogy fogja meg a péniszét, és húzza maga felé. Jaj. Hát mondom, doktor. És személy, inkább nem megyek menedzser szűréssel, komolyan mondom. Nem ilyen szoktuk csinálni. Nézést, ahhoz el kéne ereszteni, ilyen már. Nagy húzakulás lesz. Atya Isten. Fogja meg, ugye fekszel hanyat, és magad felé húzod a cerkát, úgyhogy a kisimuljon a zacsi, és ekkor következik a kis tubus, amit te már az előbb említettél, ami hideg. Ja, ismerem. És így magasról. Miért nem melegítik? És miközben egyébként ott ül a szerencsésebb helyzetben egy nem túl szép, de szerencsétlenebbeknek egy egészen csinos kis asszisztensnő, aki közben úgysem, te nem figyelne gépel, nyilván nem figyel, mert a századik vagy, de azért ugye és, hát... És amit szóval... eszedbe jut rögtön a szerencsés páciens 3D animációs film, amit nem... Igen. Tehát őket, figyeljetek, őket ez tökre hidegen hagyja. Tehát én láttam mind ez a kettőn, hogy hát írva. Már nem az a baj, a hideg a baj. Ja, a hideg. Mert hogy én is átéltem már ezt az élményt, és akkor ugyanez, az egész ilyen sztori volt, jó, mondjuk ott kevesebb volt a csinos fehér személy, de ez a hideg zseli, miért nem lehet megmelegíteni? Én most szerintem komolyan, csak nem is komolyan. A hideg zseli a legdurvább. Hát, eleve figyelj. A méltóságodat ott hagyod, fekszel, letolt kis gatyába, kis összetöppet. Mert te nem úgy reagálsz a hidegre, ahogy én. Az összetöppet kis zacsiddal ott nyomorúságosan ott fogod, de szégyellős vagy, takarod, neki a századik, neked az első. És akkor meg volt a Here ultrahang, ráteszi ezt a kis ultrahanggépet, húzogatja. Fogod a cerkát, igen. Ő ugye az alsó része rá a zselét, fogja a kis gépet, és ő tök normálisan, tehát tényleg orvosi szemmel megnézte a Here, jobb Here, bal Here, minden rendben, közben az asszisztens lány. Két kis mazsolat. Igen. Két kis asszú szőlőszem. Van a mazsolában. Közben ő beírta, többen hogy a akkor... Igen. Asszú szemek ezek, Ferikém, asszú szemek. Ebben aztán van cukor. Későj születelés. Írt a mellékhere, egészséges, mit néhány milliméteres,
kész. És utána kapsz még, hogy hívják ott? Tudom, papírt, töröld meg, állj föl, tudom. És az. És ott jön a java, hogy még fekve megtörlöd magad, várjál, takarod a papírral a cuccot, és elérkezik a pillanat, amikor föl kell állnod. Föl kell állnod. Kis gatyárban botladozol. És ráadásul nem tudod letörölni rendesen, és egy picit ilyen ragadós az, marad. Ragadós, igen. És nem tudsz merre fordulni, mert vagy a doktornő felé, vagy műszerrel, vagy az asszisztensnő felé. Jó, de utána láttad, az eredményeket, és be volt írva a megfelelő rubrikában nyilván a 8 puttonyos. Tehát, hogy onnantól kezdve már örültél. Az 16-os, az 16-os, az késő születelésű. Jaj, hát tudom, szóval szörnyű. Igen. Klasszik középkori sztori egyébként. Klasszik. Voltatok prostatamasszázsra? Nem, áll a Isten, soha. Nem éltetek igazán. Azt mondja, fél perc, 10-től visszaszámolok. Jaj. Azt mondta, hogy annyira fog fájni, hogy ilyen fájdalmat még soha nem érzett. Mondom, doktor, magas a fájdalom küszöböm. Aha. Jó, hogy akkor térdeljen föl az ágyra. Ezt hallom. Csattan a gumikesztyű. De már ez megalázó, térdelj föl az ágyra. Azt mondta, hogy üvölcsön nyugodtan. Jaj. Fél perc, visszaszámolok. Nagyon fog fájni, és ezt így előre elmondja. 30 másodpercről visszaszámolt az... Nem, 10-től. Jó. Felfekszel az ágyra, feltérdelsz, eleve az, hogy feltérdelsz, szembe veled a fehér csempe, amin kicsi Miki egerek. Tehát az egész nagyon szürreális. Jézusom, ez egy gyerekrendelő volt. Ez egy gyerekrendelő. Letolt nadrággal ott vagy, ő némi kis vazelinnal turbósít, megérkezik a prostatázthoz, és a jobb kezével megfogja a válladat, hogy ne tudjál elmenekülni. Figyelj, nekem annyira fájt, hogy konkrétan leizzadtam. Annyira fájt, hogy amikor én végzett, akkor mondom, doktor, köszönöm, csodálatos volt, még egy darabig maradok. Lefeküdtem a kőre, és feküdtem egy percet a kövön. Figyelj, arra készüljetek, srácok. Arra készüljetek. És azóta, hogyha a gyerek Miki Egeret néz a tévében, valamikor elálljunk. Mindig felüvöltem. Igen, ránézem a képen, és fekszel a kövön. Semmi, ha valaki arra megy, vagy ha mentek, jusson eszetekbe, amit mondtam, nem fáj annyira. Többször is kellett menni? Egyszer kellett csak menni, igazából vissza kellett volna menni még egyszer, de nem. Azt mondtam, hogy most egyelőre akkor szedjük az elvitamint, aztán meglátjuk, mi lesz. Hát van egy-két kemény SMS. Kedves Balázs, most vettem észre, mennyire szórakoztat, ha a szenvedéseiről beszél. Ha van egy jó katéteres vagy beöntéses sztori, akire meséljen még. Van, egyébként van. Van, kolohidroterápiáról tudnék mesélni, azon sírnátok egyébként, hogy ott mi történik. Hólyag tükrözés. Amikor a hímvesződön keresztül feldugnak egy kis tükröt. Jézus. Gyerekek, ezek orvosi vizsgálatok, erre lehet, csak hogy képzelj. Hát igen, képzelj, ebben semmi durva nincs. Hólyag tükrözés, a hímvesződön keresztül feldugnak egy kis tükröt. Ne ismételd. Végbél tükrözés, hasonlóan kellemes élmény. Csak imádkozunk, hogy ez velünk ne történjen meg. Lehet azt már altatásba kérni, lehet, ugye? Lehet altatásba kérni, igen, igen. A gyomortükrözés és a végbél tükrözést is. És a szerencsés, hogy akkor egyszerre megcsinálják a kettőt. Komolyan mondom, altatásban. Ilyen nem mély altatás, hanem ilyen kis felszín, egy fél órára kis elbódítanak. Lenne sztori. És akkor fölébredsz, akkor. Lenne sztori. Igen, átéled az egészet a maga összes fájdalmába, és utána elalszol. Tudod, amikor rosszul lövik be az adagot. Végigéled az egészet, iszonyatosan szemesz, és utána elalszol. De, tudod, és rémálmaid van. Azt mondja, hogy tükrözésen voltam, előtte beöntést kaptam, a WC-ben esett meg a dolog, amikor vettem vissza a nadrágot, kijött egy beteg a mellettem lévő WC-ből, csak úgy odavetette, hogy gyorsan jön mi, még jó, hogy szólt, mert elkezdtem vetközni. Épp az utolsó pillanatban toltam le a gatyám, a tükrözésen az asztalon pucsítottam az ajtó felé. Megszámoltam, 8-an jöttek ki be. A végén megkérdeztem, hogy a kilátás megfelelő volt, ezt András írta nekünk. Miközben én ultrahangon voltam nőként, csinálta a doki, közben telefonált az egyik kezében, közben a bennem lévő ultrahanggép a másik kezében, a telefonon pedig magát nem zavartatva 5 percen keresztül telefonált. Mondanom sem kell, az 5 perc nekem egy órának tűnt, nagyon kellemetlen volt. Egyébként nagyon jó doki, 2 fiamat nála szültem, ezt beaküldte nekünk. Aranyér műtét. 60 cm-es plazma tévén kell végignézned, 50 cm-re tőlem az egészet, mert a doki azon nézte a bekamerázott hátsómat, ha valamit nem látott. De hát, igen, ez tényleg így van. Mennyi ezen nem voltam. Magadról? Ezen nem voltam, ott egy monitoron nézed, hogy most éppen... De ez neked muszáj nézni, ezt nem elég csak... Ne, ő is azon nézed, jobban látja sokszor. Aha. És akkor vagy gyűrű, vagy lézer, tehát attól függ, hogy leégetik szépen. Nagyon szakember vagy ezekben. Nem, nincs, ez csak, nem, lekopogom, na. Ez nem volt. Nem, valamikor raknak rá egy kis, meggyűrűznek, ugye? És akkor ott elhal az ideg, vagy az ér tulajdonképpen, és akkor mint a köldök csonk így leszáll. És akkor mivel oldod a feszültséget? Ez HD, vagy csak HD Ready? A legszörnyűbb az volt nekem, amikor hereviszér tágulat, Feri, ez te vagy, műtét, mert itt már műtét volt, jött egy férfi nővér kezében egy borotvával, tehát egy férfi, majd szólított, hogy menjek vele, mert előkészít.
Mondtam neki, hogy már lekaszáltam a nádat, hagyjuk, de hajthatatlan volt, és nekiállt borotválni a tarlót. Engem ezért fizett. Igen, meg kell csinálni, főnök. De gyerekek, gondoljatok bele tényleg, tehát amellett, hogy valóban szörnyű a sebesek, de hát azért ezen már legalább egyszer mindenki túl van valami hasonló orvosi vizsgálaton, amikor egy idegen pali egy borotvával a kezében előtte térdel a budin, és borotválja a cerkádat, és te állsz, nézel, beszélgettek, elnézel, nem beszélgettek. És ő pedig finoman egy kis borotvával leborotválja, hát hogy utána a szőr az ugye nehogy ottán ott bemenjen, bent maradjon, esetleg bármit okozzon. Nekem sajnos volt ilyen élményem, akkor hölgy borotválta, és borotvahab nélkül tette mindezt. Ne, és ne nem vittél magadra egy kis egy picit meghúzta, mert menekülőre fogta a kis jószág. Menekült a kis tárpegy. Ahogy felé nyúlt, már próbált meg kisiklen a kezé közül, elcsípte a végét, meghúzta, és úgy szárazon, lendületesen 4-5 mozdulattal lehúzott róla. Jó, mindent. De nem szóltál, hogy legalább egy kis géz vagy valami. Szólta volna, már végzett. És rettentő kellemetlen. A nőknek azért könnyű, mert ha izgulnak, ha hideg van, ugyanolyan. De egy pali azért, ha izgul, ha hideg van, ha stresszelsz, akkor azért jelentős eltérések vannak. Van. És akkor magyarázhatod, hogy izgulsz, fehessze, mindenki ezt mondja. Semmi baj, János. Jó, lehet én ezzel is. Voltam. Mínuszgébe gyorsultál? Igen, én konkrétan visszabújtam a csigaházba. Nézd, a kis sárfej visszahúzódott a házába. Jaj, de kis szörnyű. Jaj, de kis aranyos. Mennyire klasszik 40-esek vagyunk, mindenkinek van már legalább egy ilyen sztoria. És ezek csak szaporodni fognak, gyerekek. Ilyen szűrés, olyan szűrés, ide kell menni, oda kell menni, nagyon szép. De neked miért? Mit volt? Ez egy... Visszér szintén? Nem, egy forrázásból kifolyó. Leforrasztod a golyzit? Ja, ezt mesélted? Persze. És akkor, de ez szörnyű kellene. De utána mit kellett borotválni? Hát az viszi a szőrt is, nem? Tessék? Utána mit kell borotválni? Hát egy részét. Egy részét vitte, a másik részét meg a hölgy. Aha. Atyaisten, szerencsémre, amikor a második gyermekem született, éjjel volt, és egy rezisztens doki volt ügyeletben, megvizsgált, majd nem tudta, mit érez, és a szülésznő is vizsgálatba kezdett. E szülésig persze többször vizsgáltak mind a ketten, miközben fájdalmaim voltak alapból. Így egy hallgatónk, aki szintén leányzó. Nekem volt vastagbél tükrözésem, egy olyan csővel csinálták, amiben VHS kazettát is tudtak volna cserélni. Még másnap se zártam rendesen. Írja egy hallgató. Az urológus dokim mondta, hogy volt olyan paciense, akinek prosztata masszázs alatt annyira fájt, hogy az ágy melletti fellépőt elrúgta a gyógyszeres vitrinig, amiből kitört az üveg. Karcsi. Ezt nekem is elmondta az urológus, hogy volt olyan, akinek elkezdte és elájult. Abban a pillanatban elvágódott kész. A doktor? Nem, annyira fáj. Jaj, magának ez fáj. Mondtam, hogy felnőtt férfi, 50 éves, elmondja, hogy van, aki üvölt, a falat kaparja, és volt olyan, aki elájult, elvágódott. Hozzáért, és abba a pillanatban elájult, annyira, akkor a fájdalom. Úgyhogy, ha ilyenre mész, szóljál, elmegyek veled szolidaritásból. Igen. Ide jó, ha valaki ott van. Én tudom. Jó, ha valaki ott van. Az egyik válladat majd Balázs fogja majd. Az egyiket a doktor, a másikat Balázs. Ide. Olyankor bárminek örülsz. Bárminek, hogy valaki tartja benned. Én viszem a kamerát. Köszi. De csak arc közelében, igen. A legkelmeletlenbb az volt, amikor ott álltam deréktől lefelé pucéran, és a vizsgálatomat végignézte egy orvostanonc, aki nagyon helyes pasi volt. Ja, égett a fejem. Igen, nekem ilyen még nem volt, hogy bejönnek 8-an az ajtón. És nagyon helyes kis miniszoknyás, fehér köpenyes kis rezidensek. Jöjjenek, csak jöjjenek, nézzék. Nézzék ezt a gyönyörű herevisszér tágulatot. Nem zavarja, ugye Balázs? De hogy zavarja? Gabikám, jöjjön közelebb. Nem maradjon ki senki belőle, a folyosón rácsorog még esetleg valaki? Igen, Kati, jól látod, hát jöjjön egy kicsit közelebb, ne legyen szégyelős, te meg fekszel az ágyon, okay. És a pokolba kívánod az egészet, és már nagyon mennél. Balázs, pirtalak a széfben. Legyen szíves, figyeljen oda az előadás. Nincs egy dedikált bögréd a csomagtartóban, egyébként nyugi, meggyógyulsz hamar, látom a felvételt, nem vészes. Ked volt ilyen, hogy bejöttek? Ne, Tokik, nem, nekem se volt ilyen. A vízszerethez képest nem is olyan nagy a fejed. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Feltörték a világ egyik legnagyobb, kifejezetten félrelépésre buzdító alkalmi társkereső oldalát. Aki fent van, meneküljön, vallja be az asszonynak, térdeljen le el, és mondja azt, hogy szörnyű bűnöket követtem el ellened, mert kiderül, 124 millió felhasználó látogatja,
és jelenleg 37 millió anonim tagját bíztatja hűtlenségre az Ashley Madison nevű weboldal, ami nem rejti véka alá, hogy a hagyományos társkeresőkkel ellentétben a megcsalás és az egyé szakás kalandozás a cél. Így is van, tessék ennek fórumot adni, fölmész, regisztrálsz. Jelenleg 37 millió csalfa férj, feleség, barát és barátnő izgulhat és izzadhat, ugyanis ezt a szájtot feltörték, és azt mondták, hogy hát nem tagadják a feltörés tényét, tény, hogy ez a dolog megtörtént. A kiberbűnözők pedig azt állítják, hogy azok sincsenek biztonságban, akik annó használták az oldalt, de azóta törölték a profiukat, így bizony még ők is bajba kerülhetnek. És amire gondolod, ezzel te hipokrita? semmi igazából a témaindítónak, ez egy jó dolog. Tehát nekem nincs bajom azzal, ha valaki ezt megteszi. Tehát, hogy csomóan csinálják ezt szerintem, én nem. Hogy felmennek és elkezdenek flörtölgetni ilyen oldalakon, csak az izgalom kedvéért. Mert ahogy te is elmondtad, itt azért 10 millió számra vannak anonim felhasználók, akik egyébként csak felmennek, aztán elkezdenek itt gyakorlatilag srácokkal, csajokkal csetelgetni. Na de ha én anonimként megyek fel, akkor hogy adják ki az adatomat? Vagy hogy tudják ellopni? Én most ezt beütöttem, az a vicc egyébként, hogy magyar oldal jön, tehát magyarul jön föl, csak halkan mondom. Ha én anonim módon, azt is írja, 38 millió 120 ezer anonim tag van most, akkor nekem hogy viszik el az adatomat? Hát valahogy beregisztrálsz, nem tudom, hát valamilyen profil, azért megadsz, azért valamit ki kell tölteni, igen. És köszönt a gép, hogy szia, Feri. Kezd el, igen. Nem erről a gépről sose csinálom. Szia, kis gazdám. Szia, itt vagyok. Visszaköszönöm. Rendelkezés nálam, indulhatunk. Visszamosolygott, szia, Feri, itt vagyok, már régen találkoztunk. Merre jártál eddig, kis gazdám? Nem köszönt az oldal? E-mail cím, nem az a rákócikuk@freemail.hu. Kezd el, családi állapotod, ezt kérdezi. Egyedülálló férfi keres nőket, elkötelezett férfi keres nőket. Na, itt ki az, aki beírja például, hogy nős? Hát. Tehát, hogy egy családi állapota. Nős. Hát de ez pont arról szól, hát arról hogy te szól. Tud, aki fölmész. Na, erre de tud, terelni akarsz, nem? Nem kell terelned. Nem. Hát nem a normál társkereső arról szól, hogy fölmész és letagadod azt, hogy van valakit, és meg tudsz csajozni. Itt fölmész, és azt mondod, hogy figyelj, van egy feleségem, van három gyerekem, rohadtul unom, te ki vagy, van egy férjem, tök hülye, nem kap el rendesen, találkozunk. Tehát ez egy felvállalt dolog, ahol tudod, hogy olyanok vannak fönt, akinek kapcsolata vagy, nem kell terelni, ez pont arról szól, hogy őszinte lehetsz, és nem kell hazudnod magadról, te már úgy mész föl, hogy van valakid, és aznak, akivel találkozol, valószínűleg annak is van valaki, nincs hazudozás. És ettől izgalmasabb? Egyszerűbb, szókimondóbb, lényegre törőbb, célra törőbb. Neked is van, nekem is van, nem akarok többet, nem ülök ott a küszöbödön. Nem akarok gyereket, ennyi. Kalandot keresek, szexelünk egyet, és utána megy mindenki vissza a saját életébe. Tehát nincs ez a letagadom, hazudok, máshova viszem, közben a feleségem csörög, hanem itt kimondottan azok mennek, akik ugye tudják, hogy nekik is van valakiük, illetve az ellenkező neműnek is van valakie. És akkor csak ennyi? Tehát mik az itinerek? Mik a Hakinen. Nem. Igen. Azt mondja, milyen magas vagy, Jani, mert most téged regisztrállak be. Engem? Hát persze, most nem gondolod. Hát mivel ez egy anonim 182. 182, picit összementem. Súly? Kimostak. Súly, azt mondja, hogy legyen várja ideális alkat, akkor legyen 70. Mondjuk, legyen, nem, hát egy 80-as, hát 182 szerintem. Na most hát ezen ismert emberek ne, is fennem, ne, hazudjunk, nem vagyok kigyúrt. Mondjuk oda. Hát ők rengeteg ismert ember is fent van ezen az oldalon. Tehát, hogy külföldiek, hollywoodi celebritások, tehát rengetegen vannak fönn, akiknek ha kiderül a neve, akkor óriási nagy boom lesz. Mert ugye kiderült, kik azok, akik egyébként felmentek. Hoppa. És közben feleségük van, férjük van, és hát megcsalják, hogy meg akarták csalni a párjukat. Ez semmit nem bizonyít, hogy valami történt, nem? Tehát csak azt mondhatja, hogy te fent vagy ezen az oldalon. Egy enyhén azért lenne. Azért otthon nem örülnek. Szerintem nehéz kimagyarázni otthon, hogy annyira semmi nem volt, csak keresgéltem. Hát. Igen. Na, Mit csinálsz te egy olyan oldalon, ahol egyébként igen, teljesen egyértelműen az oldal az arról szól, hogy csalfa férjek, feleségek, barátok, barátnők keresik a párjukat. Hát ez flörtölés, tehát hogy ez teljesen egyértelműen. Kicsit én ezt tovább vinném, mint flörtölést. Hát jó, hát én csak föltölnék, te tovább vinnéd, hát nem vagyunk egyformák. Erre 16 évesen csináltam olyat, hogy fölmentem, nem akarok senkivel találkozni, csak futtatom magam. Hát ez arról szól, hogy szexelni akarsz, nem? Fölmész, hogy megbeszélsz egy randit, majd nem mész el, és akkor meglesed valahonnan? Szerintem van ilyen, hogy valaki csak az íze kedvéért, hogy egy eleve, hogy tényleg, hogy valakivel csetelgethessél egy olyan témáról,
amiről egyébként a feleségeden kívül normál esetben nem szoktál beszélgetni. A regisztrációs lapnál tartok most a Jani nevére. Hol akadtál el hajaszíne? Beírtam a kompát. Vizuális kaland, erotikus csevegés. Ha ezt beírom, akkor már védve így vagyok, van, nem? Így van. Semmit nem csinálta, bent van. Virtuális kaland, erotikus csevegés, 1,82 magas, 80 kiló sportos, szörnyű barna lesz az igazság, szemű, szörnyű lesz az, kiderül az igazság. Igen. Erotikus csevegésnél vannak ilyen határérték, hogy mit tudom én, egy 10-es lista, 10-es, írd be, 10 plusz. 11. Igen, ebben az a durva, hogy te fölmész és nem rejted el magad, mert azt hiszed, hogy anonim vagy. Ide föltöltöd a vágyaidat, az igényeidet, az aberrációidat, tehát mindent. És igazából, ugye, ha téged a feleséged meglát ezen az oldalon, akkor megtud rólad mindent. És az nem az, amit te otthon kapsz, aha, és nem az, amit ő adott neked. Miért idégyek erre a hekkerek egyébként, nem? Hogy mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja, nem? Hogy miért akarnak ők igazságot? Hát egyrészt szerintem technikailag ez nagy dolog megcsinálni, tehát ezerre büszke lehetsz hekkerként. Biztos. A kihívás. A kihívás, de tényleg egy oldalt feltörni és elhozni az adatokat, ezek ezért csinálják. Meg a legszebb öröm a kár. Hát, valószínű, igen. Azt írja nekünk, hogy egy hallgató, hogy hackereket a pénz motiválja, a fekete piacon rengeteg pénzt fizetnek az adatokért, ezt programozóként üzenem. Tehát, hogy ez lehet az oka annak, hogy például feltörnek egy ilyen oldalt. Nyilván magát az oldalt is megzsarolják, hogy fizessen nem tudom 10 millió dollárt, és akkor nem teszik közé ezeket az adatokat, nem tudjuk. Zsuzsi, itt van velünk egy hallgatónk. Hello Zsuzsi, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Mi történt vele, Zsuzsi, vagy te hogy vetted észre, hogy gondolom az exedről van akkor szó, hogy, igen, hogy, igen, hogy, igen, hogy ő fönt van valamilyen oldalon? Én akartam neki venni valamit az eBay-n, és ahogy beütöttem ezt az E-betűt, abban pillanatban kiadta az egész listát. Tehát az előzmények, igen, kategóriából ezek előugrottak. Igen. És hát belenéztem, ugye remegő kézzel, hogy mi ez, és már olvastam róla, hogy hát forró csoki esténként átbeszélgetett. Aranyzuhany, forró csoki, aranyeső, igen, tudjuk ezek mit jelentenek. Forró csoki, igen. Barna csempe rózsaszín fugával, ezt most már én is tudom, hogy mit jelent, még volt, amikor nem tudtam. Igen, volt ez a olajmasszázs, és megértő vagyok, és többé. Mondjuk eddig a furó csoki a legjobb, tehát ezt kivezetni neki, hogy azt milyen formában kell. Ki adja kinek mit, de ezt most nem tudjuk megbeszélni, de tetszik a dolog. Tehát ez jól hangzik, hogy gyere föl hozzám egy jó furó csoki. Igen. Kamcsatka és obládi obládá. Én is egyből fel. És azért én látni az exedet, nyilván szörnyű, mióta voltatok együtt? 5 évig voltunk. 5 évet, jó Isten, és kiderült, hogy mit csinált ezekkel a lányokkal? Tehát, hogy nyilván volt kapcsolata is velük, igen, nem? Tehát, hogy szexelt. Kiderült az is, hogy hát mi az 5 év alatt, ugye ők 2 évet plusz csalt egy másik lánya. Atya Isten, most már igazival vagy, tehát most már az a mostani nem csinálját. Igen, most már 2 éve az igazival vagyok. De jó. Úgyhogy ő mindent újra megtanított nekem, mi az a szerelem. Na hát reméljük akkor ez sokáig. Sokáig tart. Köszi, hogy elmondtad a sztoridat. Szép napot nektek. Hello. Azért a párodat meglátod, hogy forró csokit vállalunk. Hogy azért így meglátni a férjemet, vagy meg, mert ugye a feleségre, hogy a férjed meglátott forró csoki. Ízik olajos szolga. Masszás, tájmasszás, forró csoki, aranyeső. Én a páromat egy meleg oldalon találtam meg, ahol kiretusált fotókkal hirdette magát 100 euróért. Egy haverom átküldött egy linket, ahol a legjobb barátunk asszonykája kemény masszázs ígéretével hirdette magát álnéven. Szólsz a havernak? Hogyne. Hogyne? Hát a barátodról van szó azonnal, persze. Hogyne? Persze, hogy kiderült a dolog, a barátságnak kampó lett, nem értem miért. Ez egy érdekes dolog. Látod, hogy csak az összes közös ismerősünket dobtam át a linket. Ha még tudnánk, milyen ügyes volt az asszonyka. Gabesz küldte nekünk. Az egyik barátnő megtalálta a férjét egy társkereső oldalon, ült a gép előtt a székben, és lefényképezte a péniszét. Aztán a barátnőm felismerte a szőnyeget a nappaliban. Jézus. Mikor hazért, kérdőre vonta és bevallotta, hogy ő persze nem csinált semmit, csak kíváncsi volt, hogy mit lehet csinálni egy ilyen oldalon. Én egyszer úgy álltam, hogy beléptem a párom e-mailjébe, nyitva hagyta, és a legnagyobb meglepetésemre a kedves hölgy mesztelen fotójával szembesültem. Első gondolatom az volt, hogy na azért én jobb vagyok. Ez mondjuk jó. Nem tudok regisztrálni, mert be akartam, hogy felhasználom a név Angela, és csak Angela 638 le. Írd be, hogy Csoki Ice 4022. Forró csoki, forró csoki. Most. Szerintem megvagy. Nem, női néven regisztrálok.
Miért? Pasikkal akarsz csetelni? Mi nem, csak nem. Egyre furább vágyait van. Pasi néven már benn van. Krisztófhez segítézed a konvolyon, női néven regisztrálsz ilyen oldalakra. Itt lassan forró csoki lesz. És jelenleg a nő keres nőt oldalon. Meg ne lássanak aztán egy oldalon, kicsi ügyes kezek forró csoki masszást ígérnek. 1,60 vagyok, de nagyon bírgond. Ugye? Nehogy aztán felfedezzelek, mert még elmegyek. Igen, várom a postafiolka címemre. Lőrinci zúzógép jelig. Best of Morning Show. Show legjobb pillanatai. Hawaii tengeri gyalogosról szeretnék egy picit beszélni, mert hogy túl korán ért haza, vagy direkt így ment haza, ezt nem tudjuk, mert hogy többféle hírt többféleképpen olvastunk, viszont videóra vette, amint a neje éppen az egyik katona társával tölti a pásztor órákat. A dolog érdekes, ő valószínűleg készült erre, vagy kaphatott valami fülest, mert hogy úgy lépett be már a lakásba, hogy hát tulajdonképpen forgott a kezében a telefon, mint kamera, és felvette, ahogy ő megérkezik. Hát gondolom, a meglepit akarta a nyúarcára rögzíteni. Hát igen, vagy a meglepit akarta rögzíteni, vagy pedig ugye ő tudta, mert kapott egy fülest, hogy anya, amíg te ugye a hazát szolgálod valahol, mint tudom én, egy messzi országban, addig anya már mással mulatja az időt. Ő is a hazát szolgálta, anya is, csak a másik katonatársal. Így van, pontosan ez történt. Egyébként abban igaza a Ferinek, hogy nagyon népszerűek ezek a videók az amerikai katonák körében, amikor hazérkeznek, és ugye nem szólnak előre, hogy mikor jönnek haza a messzi távolból, mondjuk egy ilyen hosszabb, fél éves, egy éves kiküldetés után, és felveszik a reakciókat. Tehát hogy lehet, hogy ez tényleg úgy készült, vagy azzal a célra készült ez a videó, hogy felveszem anyunak az arcát, aki nem mennyire tudja még, hogy jövök. Igen. Na, hát emberünk belép a lakásban. Ugye itt látjuk a videót, itt is elindítom, hogy ti is tudjátok nézni. És azt látjuk, hogy ő, na, nekem az a gyanús benne egyébként, hogy egy dedi kiabálás. Várja, mert ott apa, a gyerek. Tessék? Ott a gyermek is, igen. A gyermek játszik közben, ugye, amíg ugye apa megérkezik, és ő meglátja az apját, és baromira örül. A gyanús a videóban az, hogy apuci nagyon gyorsan halad valahova, tehát nincs ez a tétova keresés, hol van anyád, hanem ő célirányosan megy, elindul fölfelé a lépcsőn, és nem is nagyon köszön vissza a gyermeknek, mutatja a saját lábát, ahogy ugye sétál, megy, akkor született a gyerek. Így van, csak hogy a két videó utolérje egymást, hogy ti is lássátok, mert egy picit előrébb tartott. Mm-hmm. Így. So. És hát... Csak mondom, hogy mi történik, megállítjuk egy pillanatra. Benyit a fürdőszobába, ahol anyuébb zuhanyzik. Anyuév zuhanyzik, és a katona társa, ugye, tehát ő is egy tengerész gyalogos, éppen egy forró csókot nyom a mesztelen anyu szájára. Aha. Hát ez nem inflagranti, gyerekek, a srác föl van öltözve, átszaladt leszappanozni a hátát így van. Anyának. Meg egy forró csók, nem megcsalás. Ja, az volt. Na, ugye itt megkérdezi, hogy mit csinálsz, megcsalsz, és hogy takarodj el a házamból, mondja a srácnak egyébként. És folyamatosan követi, a kellemetlen a dologban az, hogy átmennek a hálószobán, és láttátok a hálószobát, viszonylag rumlis állapotban. Aha, a nagy műsor tehát volt. Tehát ott nagy műsor volt, igen. Leköveti a srácot. Yeah, I bet. She's fucking... Your niece now, huh? You're lucky I don't beat your fucking ass, bitch. Hey, what's your name in rank, dude? Igen. What's your name and rank, bitch? Itt ugye azt kérdezi tőle, hogy mi a neved és mi a rangod, tehát hogy nyilván próbálja megtalálni, hogy hol szolgál, vagy hogy milyen rangja van, mert ugye folyamatosan megy utána, de nem fordul a srác vissza a kamerába, tehát nem ismeri meg. És aztán elszalad. Igen. Yeah, you're fucked, dude! Say goodbye to your fucking rank, bitch! Na, itt ugye csúnya a szavak kísérletén. Az nagyon sokszor mondta, hogy rendfokozat. Igen, köcsön szólál. Igen, hogy, de ezt mondja a végén, igen, hogy búcsúzz el a rendfokozatottól, hogy elrontotta, csak más szavakkal mondja. Aha. Tehát, hogy ez ki fog derülni. Tehát a gyanús ebben az, hogy ő valószínű ezt tudatosan csinálhatta ezt a videót, ha már így kamerával ment. Igen, csendben volt, amikor haza, ugye, mondjuk egy évig nem vagy otthon, és a gyereked azt mondja, apa, hát arra csak válaszolsz. Mondom, valami. Nem láttam még, mert akkor kim volt a fater, amikor született, érted? Vagy pedig de a kisgyerek azt hitte, hogy az az igazi apukája, aki fönn van. Hát több okból érdekes a dolog. Szerintem nagyon nyugodt az emberünk hangja. Én azért kiabálom. Hát, én nem hallottam annyira nyugodtnak. Nem. Én szerintem azért ez a hang nem annyira nyugodt. Hát én üvöltenék. Nem?
Jó, de te nem vagy katonaviselő. Na mindjárt megbeszéljük, hogy mi ez a regula. Mindjárt megbeszéljük, hogy ki mit csinálna, és már most mondjuk a hallgatóinak, hogy most ne azok jelentkezzenek, akik rájöttek egy cetliből, rúzsfoltot találtak, hanem tényleg olyanokat keresünk, akik úgy léptek be, hogy éppen hancúr volt. Tehát a legdurvább inflagranti vagyunk kíváncsiak. Fegyverbarátság. Fegyverbarátságot kötött asszonykátok, férjetek, barátotok, barátnőtök úgy, hogy egyszer csak ti megérkeztetek. És hogy ebben a helyzetben az ember mit csinál? Na, tételezzük föl, tessék, mentek haza. Uh-huh. Mentek haza, ott van asszonykátok. Jövök haza Afganisztánból. Jössz haza a turk... Fisen előléptetve őrvezetővé. Na, te jössz haza Afganisztánból, te jössz haza a turkevei... a turkevei Böllérfesztiválról. Te jössz akkor Afganisztánból. Na, aha. Tessék. Próbáljátok magatokat kicsit empatikus éneteket előhozni, nem lesz könnyű, és valójában beleélni magatokat a szituációba. Tehát nem eltolni, hanem átérezni. Aha. Mentek haza, kiéhezetten, egy éve nem láttatok asszonykátokat, benyittok a hálószobába, és valaki éppen csúnya ronda dolgokat művel a ti feleségetekkel. Vagy barátnőtökkel, élettársatokkal, csajoddal, nem tudom most éppen melyik stádiumban. Aha. Mit csináltok? Mi történik? Mi a rendfokozatot, te rahadék? Őrnagy vagyok. Mondom, felvigyázz, felüljáró! Jó, sikerült az empatikus énedet elővenni, látom. Ennyi van benned, nem több. Értem. Ha egy pillanatra komolyra fordítjuk, tessék. Ha-ho! Nagy kép. Hát figyelj! Ez a reakció. Igen. Ez most a reakció. Ez egy rádióműsorban kevés. Hát, próbáljuk verbális formában önteni. Állunk és nézzük. Igen, egy percig. Akkor nézzük most egymást egy percig csendben. Mit mondasz? Neki állsz hát lefagynék. Hát alapvetően nem az lenne az első, hogy elkezdek üvöltözni, mint az állat, hanem valószínűleg lefagynék. Én viszont igen. A én azért mondtam. Anya, mennyit változtál? Anya, mennyit változtál egy év alatt, hogy a fának mondtam, hogy ki van elől és ki mondtam, hogy tartsd be azt a diétát. Na, de próbáljuk egy kicsit komolyak maradni. Én azért mondtam, hogy szerintem a csáv, tehát hogy kamu a dolog, mert hogy a csávó nem eléggé volt felháborodva. Uh-huh. Én biztos, hogy üvöltenék. Nem lehet, hogy csak nem, a gyerekre volt tekintettel? Tehát, hogy nem akart... Igen, a gyerek ott mászik a lépcsőn, gondold el azt az életet, ott a gyereked a lépcsőn, ő már ugye megismer, mert mondta, hogy daddy, tehát hogy örült az apjának, ugye? De nem állt meg a gyereknél egyébként, hanem ment tovább nagyon-nagyon gyorsan föl a lépcsőn. Tehát szerintem, itt, szerintem itt ő kapott egy jelet, hogy fönt lesznek a fürdőszobában. Hát, ugye, hogy bemegyek, kisugod, nem? Igen, ahogy, ha én bemennék, és akkor azt mondanám, Somi, és legyetek csöndbe, megyetek a ütőszekrényhez, addig én fölmegyek. Ha pápa, megyünk ki a szabadságnál. Apa, mi van a szatyrodban? Tyúk, kakas, tojás, frigyászunk. Liba, kacsák. Addig én fölmegyek anyátokhoz, és ahogy fölérek, halkan. De így érkeztél meg. Az már nem bunkorék, paf. És ahogy fölérkezel, akkor ott meglátod a dolgot, hát én biztos, hogy üvöltenék. Béka, sül! Zsűl? Mit keres ott a zsűl? Most alapvetően. Tényleg katonatárs. Érte, persze, katonatárs. Tehát a Zsűl addig ápolta a kapcsolatokat. Igen, igen. Ápolta a kapcsolatokat. Nem lehet, hogy arról volt szó, hogy úgy férkőzött be mondjuk annak a kegyébe, hogy mit tudom, hogy azt hazudta, hogy valami probléma történt a kacsi, és ott esett el mellettem, és azt mondta, hogy vigyázzak rá. Igen, azt mondta, hogy menj már. Hajd nyugodtan így a fejed. Én vigyázok a gyerek. Nem mondta, hogy nem szeretett csinálni. Na, szóval komolyan fordít. Még egyszer, kérlek benneteket. Empatikus életeket vegyétek elő. Ordibálsz? Ez megalázó hát, ebben az a... Mi az Isten történik itt? Hát, nem? Így? Na, várja, még nem egyszer, nem, nem, még egyszer léci. Ki a fene ette meg a gombás tojásra? Gombás tojás. Édes Isten, meg a párbai sonkás szalonnás oldalassal átitatod. Na, így már jobb. Szóval, hogy... Az a baj, hogyha még nekiállsz ott hepciáskodni, verekedni, az is egy ilyen bűn megalázó szituáció, nem? Hogy még ott nekiállsz ott dulakodni, verekedni, nem tudom. Egyébként nincs, nehéz a kérdés, mert nincs rá valójában jó megoldás. Nem a csávó nem? A hibás, azért azt mondjuk meg, hogy ilyenkor mindenki a hát azért harmadik, is benne van. Benne azért van, de mindenki van. A harmadikra próbálja kenni a dolgot, ugye ezt már számtalanszor átbeszéltük, hogy egy megcsásnál mindig az újonnan érkezőt kezded el utálni. Holott hát te is hibás vagy benne, meg anya is hibás ebben a történetben, tehát az én vele elbeszélgetnék, hogy oké, hogy nem voltam most egy évig, mert túl kemény voltam egy éves Böllérfesztiválon, na de hát akkor legalább egy telefon, hogy ne gyere haza. Hát igen, nem túl okos. Hamarabb jöttem, hogy az alfa találkozón vagy.
Nem mondtad, hogy egy nappal korábban véget ér az alfa találkozó. Igen, hát nem egy egyszerű élethelyzet. Te nem egy egyszerű. Nem tud. Én gondolkozom na. rajta, azért kérdezlek benneteket, mert addig én is azon gondolkozom. Nem tudom. Yes, mi... szabad vagyok. Végre, bakolhatok. Végre egy ürügy. A fene se tudja, hogy ebben a helyzetben mit csinálsz. Valószínű, hogy nem állsz neki ott nagyon durván lögdösödni, verekedni. Az egész szituáció baromi méltatlan, nem? Tehát nem. Elküldöd, kiküldöd a... mesztelen, mert képzel az egyik a feleséget, elkezdtek ott hemperegni, meg verekedni. Hát attól függ, az embernek milyen a vérmérséklete, olyan, akkor tényleg neki rohansz. És akkor ott birkoztok, mert nem érdekel, agyon akarod verni. És ha pont közben nem? vannak, és mesztelen a hapsi, akkor egy mesztelen csávóval kezdesz el birkózni. Ebben a helyzetben nem tudom, hogy érdekel-e. Tehát ha olyan a vérmérséklete, hogy szívesen megborítod, akkor teljesen mindegy, sőt, még élvezet is, hogy mesztelen. Tehát akkor nem azon gondolkozol, hogy jaj, neki ez milyen megalázó. Képzel már el, hogy Török Bálintig kergetsz egy mesztelen férfit, és mi böltözöl. Picit. Nem, azért hülyét nem kell magadból csinálni, egy vizes törölközőbe csapkodod a fenekét, és rohantok végig a hetesen. Tehát azért ezt nem így képzeled, de ez valami szörnyen megalázó lehet. Tehát ennél durvábbat, destruktívabbat, megalázóbbat, mint hogy tényleg így kell szembesülnöd azzal, hogy téged megcsalnak, ez, hát ez senkinek nem kívánja az ember. Tehát ez valójában szörnyű. Nem is tudom, hogy tudsz-e rá mit mondani ott helyben. Szerintem nem, becsukod az ajtót, kijössz, leülsz, veszel egy nagy levegőt és átgondolod. És a közös otthonotokban. Hát az meg aztán ráadásul pláne, szóval, hogyha már tényleg megtörténik a dolog, akkor vigyel egy motelbe, egy hotelbe valóban. A közös ágyatokban ezt megtenni. Na, itt van velünk egy hallgató. Hello, Laci! Na, Laci, veled mi történt? Hát én tavaly július 26-án este 11-kor lementem ott a mellettünk a kocsmában, ott dolgozott a feleségem. Záróra előtt nyitvatartási időben már záró volt az ajtó. Aztán amikor benéztem az ablakon, csak azt láttam, hogy teljesen mesztelő a Rexasztalon közösülnek. Elnézést, hogy nevetek, nem azon nevetek, ne, hogy csak a Rexasztalon, ez annyira retro. Ráadásul a szomszédunkban lakó, addig barátom, aki a feleségemnél 10 évvel fiatalabb. Mit csináltál? Hát rájuk zörgettem az ajtót, ilyen gyorsan még nem láthatok nőt felöltözni. Kijött, kinyitott az ajtót, bementem, megkérdeztem, hogy mi volt ez. Csak nézett, közöltem vele, hogy többet ne jöjjön haza. Mióta volt a feleséged? Hány éve voltatok együtt? 22 éves házasság évfordulón volt előtte egy hónappal. Ilyenkor nem akar az ember verekedni, bemenni, birkózni, leütni a másikat? Nem, abban a pillanatban szembe se jutott. El is váltatok, gondolom, nem? Hát most folyik a vállóper még. Ő el akar válni? Vagy ő mondja, hogy egyszeri dolog volt, ne haragudj és maradjatok együtt? Nem. Ő azóta élettársi kapcsolatban él a srácsal. Ja, hogy nincs is nagyon a lelkiismeret furdalási szakasz, kibékülés, ne haragudj, megbántam. Semmi. Aha, tehát valószínű, hogy ő már ezt elengedte. Túl vagyok rajta. Igen, hát ahogy nem akarja az ember látni a saját feleségét, ugye? Főleg nem. Hát ezek után már botta se nyúlnék hozzá. Ennyi év után. Köszi, hogy elmondtad, reméljük, hogy jobbat találsz, Laci. Köszi. Köszönöm, ciao. Sziasztok! Hello. Itt van velünk Tibi, hello Tibi, jó reggelt! Sziasztok! Hát nagyon hasonló a történet Laciéhoz, csak én nem vártam meg az aktust. Az én kedvesem azt mondta, hogy elmegy egy csapatépítő tréningre, el is ment, csak én már gyanakodtam, hogy valami nem stimmel vele, és utána mentem. Igazából itt tudtam, melyik szobában lakik, melyik szobában fog aludni, és így este én is így bekukkantottam az ablakon, ahol nem volt behúzva a függöny, és hát akkor bújt be mellé az egyik kollégája, ugye addig jutottak el, amíg láttam, amíg így csókolóznak, megfogta a mellét, és akkor bekopogtam én is az ablakon. És ebbe az volt a legszebb, hogy még megjátszotta a hülyét, tehát hogy így megkérdeztem tőle, hogy most akkor ez mi volt? De hát elég hülye kérdés, mert hát tudom, hogy mi volt, de hát most ilyenkor mit mond az ember? És rám nézett bután, hogy nem történt semmi. Ja, aha. Csak annyit mondtam a fiúnak, hogy jobb lenne, ha visszamennél. És akkor ebből így úgy érezte, hogy most itt nem kéne, és akkor ő elment. Aha. De te is kulturáltabban intézted a dolgot. Nem hiszek benne, hogy segítene az, hogy az ember agyonveri a pasit, mert alapvetően ezért a nő kellett ahhoz, hogy a pasi ott lehessen. Persze nyilván a Pali is tehet róla, de hát a Pali hallhat bármit. Nincs feleségem, nincs férjem, nincs senkim. Tehát, hogy... Ugye? Én azt gondolom, hogy ilyen esetekben nem az a megoldás, hogy agyonverjük a Palit, mert egy épp egészséges férfi ember, megtetszik neki, egy nő megkívánja, bepróbálkozik. Hát ha a nő enged, akkor enged. Ilyenkor minden kulcs a nő kezében van. Tehát Tibi, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Én egyszer sajnos, hál' Isten, hamarabb értem haza munkából, éppen zajlott az aktus, hát nem kellemes érzés.
A luxogor még fel volt háborodva, hát adtam neki egy kis kókuszkát, de ami a legjobban bosszantott, hogy a hölgyel szétválnak útjaink, hogy az én sörömet itta. Na most, most ebben a pillanatban nálam is elszakadt a cél. Azért, hogy tudta, hogy a hölgyel szétválnak az útjai, de hogy az ősörét itta, ezt, ezt kikéri magát. A rohadék. A rohadék, igen. Az egyik ismerősöm ott az aktus közben ért haza, leült az előtérben, megvárta, míg végeznek, a felesége kapott egy pofont, a gyereket meghívta egy sörre a kocsmába. Uh-huh. Beszéljük át a sztorit. Hát azt mondta, hogy az asszony a hibás, mert ha ő nem akarta volna, akkor nem lett volna semmi, természetesen ők is azóta szétmentek. Hát ez a másik véglet, azért leülni sörözni, nem? Azért egyfajta baráti. Baráti hozzá. De érdekes, hogy ez az SMS is arról szól, hogy, hogy a nő a hibás. És hogy úgy tűnik, hogy a férfit nem is hibáztatja annyira. Mert hogy az előbb betelefonálunk, és azt mondta, hogy egy egészséges férfi ember fejében nyilván megfordul, és ha ott van előtt a lehetőség, kihasználja a nő. De szerintem ebben van igazság. Tehát, hogy ha te félrelépsz, akkor mindig van egy pont az életedben, és mindig van egy adott pont a párkapcsolatodban, amikor te még eldöntheted, hogy lesz-e belőle, vagy nem. Valami. Tehát mindig van a flörtörésnek egy olyan pontja, amikor zárod a dolgot, és tudod, hogy megtörténhetne, de nem akarod, vagy engeded, hogy menjen a dolog, történjen, és utána már átadod maga a történéseknek. Tehát mindig az dönt, aki párkapcsolatban van. Az nem nagyon hibás, aki egyébként kintről jön. Most ő mondja azt, hogy nem nyomulok arra meg, a nőre, mert van férje. Nyilván etikai szempontból, vagy morális szempontból azért ez kérdőjel. Vannak pasik nők, akiknél hál' Isten ez tabu. Feleséged van, férjed van, nem érdekel. Szerintem ez a jó. De mindig a párkapcsolaton belül lévő ember az igazán hibás ebben, nem? Hibás az, hogy most ha téged, nem tudom, bárki a feleséged megcsal, akkor a pasit hülyére vered? Nem feltétlen. A nőnek kell, vagy a pasinak az adott helyzetben eldönteni, hogy tovább megyek és beengedem a harmadikat, vagy lezárom és nem jöhet. És az is családos, akivel megcsal. Tessék? És az is családos, akivel megcsal. Akkor az az ő ügye, az ő családja. Igen, nem tudom, hogy van-e azzal dolgod. Most oda mész borítani, persze. Nyilván nem jó dolog, sőt, hát egy rohadék, hogy ezt megteszi a saját családjával, de neked mindig a pároddal van elszámolni való, soha nem a harmadikkal. Ő csak azért jöhetett be, mert a te párod beengedte. Csak te hazamész, és meg elkapod ezt a sztorit, hogy ott van a kedvesed, a feleséged, meg egy hapsi, akkor mi történik, hogy miért a hapsit kezded el ütni, vagy miért neki mész? Mert a nőt azért szereted, még akkor is, hogyha épp a megcsás pillanatában vagy. Én nem? Azért hát meg jobb rányomni, hogy ő a hibás, meg ő kezdett ki, mert mindig, ha átnyomod valaki másra, addig se nézel azzal szembe, hogy egyébként nyilván a feleséged valószínűleg azért lépett félre, mert te valamit nem adtál meg neki. Feltételezzük ezt az élethelyzetet. Nem volt egy érzelmi hiány, aztán a párod egyszer csak azt mondta, hogy eddig is nem tovább, igen. Jó, na hát... Igen, gyerekek, a virágos kertet gondozni kell, írja valaki, nyilván ott is vannak nagy megfejtések, igen, köszönjük szépen. Ő nagy gondozó lehet. Igen. Ő nagy kertész lehet. Gyomlálni, trágyázni. Egy. Na jó. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Én nem tudtam, hogy a járdánál, vagy az úttest szélén mik azok a lehelyezett betonlapok, ami ilyen kis bütykös az egész, és utána pedig ez folytatódik egy sávban, ahol viszont párhuzamos csíkok haladnak. Na most erre rájöttem az újságcikkből, hogy ez úgy hívják, hogy vakvezető sáv, tehát oda visz téged a gyalogátkelő helyhez, ha gyengénlátó vagy, vagy látássérült, és átvisz, és hogyha a másik oldalon odaért, akkor valahova elvisz ez a bizonyos sáv téged, mert ugye könnyen lehet követni, megérzik. A következő helyzet, Csepelen is építettek egy ilyet, segítvén azokat, akik ugye nem látnak, vakokat. Egyetlen egy probléma van, hogyha te ezt látássérültként elkezdeted követni, akkor egyenesen nekivezet a csepeli STK falának. Ne! Ezt én nem olvastam. Esküszöm. Tehát átmész a zebrán. Nem hiszem el. És utána beakasztod, nem tudom, hogy működik, valószínűleg úgy működik, hogy a fehér botodat te beteszed ebbe a résbe, és akkor az téged visz, ugye vezeti a botot. Aha. Igen ám, de egyszer csak, ha nem vagy résen, akkor kérlek szépen egy emléktábla alatt mutatom, ér be ez a vakvezető sáv közvetlenül a falhoz ér, és az emléktábla kampójára a fejed magasságában. Nem hiszem el. Én gyerekek, már semmi nem csodálkozom, hogy ebben az országban mi történik. Ahogy szoktam volt mondani, ebben az országban már bármi megtörténhet, de hogy valaki megépíti ezt, és valaki pedig ezt átveszi, és áll az építető, a kivitelező, és az, aki megrendelte. És ott állnak a végén, neki vezet egyébként ez a kórház falának, és egymás kezébe csapna, és azt mondja,
jó munkát. Na, aha, de hogy itt Joris, mi történt? Itt elfogytak ezek a kis bütykös vacsok. Nézd már, elfogyott ez ezt a rakkeresztbe kettőt, aztán végeztünk, menjünk már. Tudják, rakd már, minden nem arra visz az út, rakd már. Lerakták, neki vezetik a vakukat a falnak. Így van, neki a falnak. Tehát ők tulajdonképpen jót akartak, segíteni akartak, és egy darabig segítség is, csak a végénél van probléma. Megkérdezték egyébként a Vakok és Gyengéllátók Szövetségének elnökét, aki elmondta, hogy tényleg gyönyörű a kezdeményezés, nagyon jó, de hogy valamit csináljanak a végével, mert itt úgy fogják lefejelni szegények a Csepeli STK falát, ami egyébként márványból van, hogy öröm lesz nézni. De mi lett volna a cél? Tehát lehet, hogy ott megálljanak. Tehát megáll, vagy a bejárathoz kellett volna, hogy vezessen csak Sanyi és Józsi ezt az építésnél kicsit elnézte. Itt hát a két most... kőbányait, és azt mondta, hogy jó lesz az, hogy 20 méterrel arrébb megy, de jó lesz. Ők nem tudták. Vagy tehát ez valaki átvette, hát, vagy elfogadta? Látom a képet. Bejárat sehol nincs a környéken. Tehát itt valószínűleg az, hogy átkelsz, elmész a falig, és akkor utána tudod, hogy merre kell menni, akkor bejutsz az épületbe. Az STK-ba. Igen, és össze is varják a fejedet gyorsan. És akkor ott azt meg is csinálják. Rögtön kezelik is. Nem tudom, hogy a cél egyáltalán az volt, hogy te bejuss az STK-ba. Igen, kérdés, hogy mi volt a cél? Hát lehet, hogy csak az, hogy juss el az STK-ig. Igen, és utána ott old meg saját kezűleg, vagy saját lábulag. Van bármi az épületen? Egy térkép, bármi, amit le tudsz tapogatni? Nem. Tehát raktak oda legalább egy nyilat? Nem. Kossuth Lajos emléktáblája van, azt le tudod tapogatni, mert dombormű van rajta Kossuthon. Aha, csak ne az arcoddal kell letapogatni. Hát ahhoz magasan van, viszont a koszorút tartó kis pöcköket az fejmagasságba helyezték el. Tehát nincs egy kézzel letapogatható alaprajz tényleg, hogy menjen balra, menjen jobbra, semmi. Tehát, hogy te ott neki mész a falnak, majd próbál segítséget kérni. Szegények, úristen. Azért úgy azért ez nagyon kemény. Valahogy én a kivitelező helyében lennék, jó, én egy tanulatlan sútyó vagyok. De ne ostorod magad, még ha így is van. De hát majd mondom. Oké, most tényleg nem akartam, egy picit így felül is kalibráltam magam, úgy érzem, de hogy én, ha kivitelező lennék, én biztos, hogy azért megeresztenék egy-két telefont, vagy esetleg dumálnék olyanokkal, akik érintve vannak ebben az ügyben, és esetleg tudnának nekem tanácsokat adni, hogy merre, meddig, hány méter, ahogy szokták mondani. Nem, tehát hogy tök jó lett volna, hogyha valakivel egyeztet. De miről kellene egyeztetni, hogy falnak vezessene az út, vagy ne? Vagy, tehát hogy milyen egyeztetéssel gondolsz, hogy kell-e az az út, vagy nem? Tehát mi az egyeztetés tárgya, vagy lényege? Hogy jó-e az, ha falnak megy az út? Figyelj, igen, jó. Nem jó, ha falnak megy. Tehát hogy miről kellett volna egyeztetni? Például arról, hogy hol vezet egyáltalán ez az út. Építünk önöknek egy utat. Jaj, nagyon szépen köszönjük. És hol vezet ez az út? Egy falnak. Hát az STK falának. Az STK falának. Kb. Már ebből is kiderült volna, hogy ez nem köszönjük szépen, lehet, mi nem élnénk most a lehetőséggel. Mert valahonnan, valahova ennek az útnak vezetnie kell. Valahogy véget kell érnie, és nem így kell véget érnie. Nem tudom, hogy egyébként funkciójában az hogy működik. Tehát, hogy ez elkezdődhet bárhol, az a lényeg, hogy eljuss a zebráig. És ennek nem kell elvezetnie az STK-ba a bejárathoz. De akkor is hibás a gondolkodás, mert ha nem figyelsz, tehát ha csak lábbal mész ezen a vackon, azt ugye lehet érezni. Igen. Ha mondjuk nem nyitott ki a fehér botodat, a látássérült botodat, a lábbal érzed, akkor lefejel. Mondjuk az talán nem életszerű. Annyira. Az nem életszerű, de mit én csak gyengén. De mi a másik végpontja? A zebra. De nem lehet akkor, hogy oda kell állni a falhoz, és a faltól mész a zebra fele? Aha, tehát hogy a kiindulási pont tehát, a rossz? Tehát, hogy ez egy irányú út, amit írja egy hallgató, ez nem saját ötlet, tehát hogy egy irányú az út, de hogy rosszul gondolkodunk. Aha. Tehát az STK-ból kimész, tudod, hogy hol van az út, hátad mögött van a fal. Aha. Akkor ez elvezet a zebráig. És elvezet a zebráig. Rosszul gondolkodunk. Zsenikor. Tehát amiről mi azt gondoljuk, hogy a cél, az valójában az a raj. Az a start. Igen. És onnan indulnak szegénykém, és ők próbálnak eljutni effektíve a lámpáig, és az kiválóan odaér a lámpáig, csak egyirányú a közlekedés. Nem lenne rossz gondolatmenet, csak ha a képet megnézzük, azért itt még bőven el lehet fordulni balra is, hogyha valaki az STK falának tart, tehát hogy azért még lenne ott egy lehetőség. Csak hát úgy látszik, hogy nem volt, hibázott a kő. Meg azt például honnan fogja tudni a vakember vagy a gyengéllátó, hogyha átjön a zebrán és ráakad erre a vezetősávra, akkor ő ne álljon bele, mert falnak fog menni. Hát tehát... honnan, nyilván ez az egyirányú út felvetés is azért a humor kategóriába tartozik. Tehát azért igen, nincs valaki, aki elmondja nekik, hogy ne menj arra. Csak a hallgató felvetett, hogy ha már ilyen szörnyű ez a valóság, akkor próbálj meg úgy tekerni rajta, hogy mégis adjunk ennek a dolognak valami értelmet. Egyirányú az út, és a lámpáik kell, hogy eljussanak. És... a hátuk mögött a fallal. Aha. Tehát egyirányú az út. Ez az nem lehet, hogy mondjuk egy átvezetett mondjuk így a zebrán, és akkor ott véget kellett volna, hogy érjen, és valójában csak azért raktak le még pár ilyen követ, hogy ne kelljen visszavinni a telepre. Kérdés, hogy igen,
Egyébként ez eddig kell, én vissza nem viszem. Ha már itt vagyunk, lerakjuk. Hol csúszhat egy ilyen áll? Azt mondja a megrendelő, nézzük meg ezt, hogy zajlik a mai magyar valóságon. Építsünk nekik egy utat. Jó. Ő megrendeli ezt az utat, és elrontja a kivitelező. Vagy a megrendelő rendelte meg rosszul, és a kivitelező csinálta meg jól. Hát a kivitelező, tehát valaki ezt elment, átvette, és azt mondta, készen van, átadtuk, lehet rajta menni. Tehát valaki nem törvényszerűen rendelte meg, vagy hát nem volt jó a kivitelezés. Hol csúszott ez el? Hát szerintem az átvétellel mindent meg lehetett volna oldani, hogyha valaki olyan ember veszi át ezt az utat, aki egy picit ért hozzá. Vagy tervezi. Már a tervezésnél, ha ugye úgy tervezed meg, ahogy kell, akkor a kivitelező, ha a terv szerint halad, tehát ő a kivitelezőt valószínűleg a terv szerint itt csinálta meg. De jót akartak a kivitelezők. Mindig azt mondják nekünk, hogy kisporoljuk belőle az anyagot, most rakjunk bele még 3 méternyit. Azt ez. Tehát ez náluk ez a fajta, az egyeztetésnek a hiánya azért az felmerül itt ott amúgy. Tehát ugye van ez a biztos emlékeztek rá, van ez a kis szombathelyi kerékpárút, amiben picit belóg egy 4 emeletes ház. Ez is most derült ki, és hát amikor ezt így az jelezték. Szombathely, vagy hol van az? Igen. Ugye? Az ott van, hogy egy kerékpárút belevisz egy 4 emeletes. És kimentek, megnézték, és azt mondták, ez volt a vizsgálatnak ez volt az ellenő, tényleg. Nem. Tényleg, nem hazudtak a lakók, tényleg itt van. De ugye a 4 emeletes ház egy társasház, és ők kitartottak, és mondták, hogy nem adják az ingatlant azért, hogy rajtuk keresztül mehessen egy bicikliút, ezért, mint Kínában egyébként épült egy országút, egy autópálya, és megkerültek egy házat, mert hogy a házlakói nem akarták eladni az ingatlant, és ezért körbeépítették autópályával a házat. Tehát ez lett volna a cél, hogy elbontják azt a 4 emeletes házat, ők nem adták, és ezért neki vezették a bicikli utat? Így van, mert a földszinti lakók nem egyeztek belőle, hogy egy kicsit lefaragjanak a lakásból. Vagy ott elférjenek a kényel. Külön bejáratot, és a konyhán átmenjenek a biciklisek. Csokolap, jó napot, szép napot, hogy vagyunk? De miért nem tudták megbeszélni a földszinten lakóval, hogy tényleg nyisson egy plusz bejáratot, és valahol a nagyszoba és a hálószoba között legyen egy bringa út, ami átmegy a budinára. Egyáltalán mit kukacoskodnak? Frissítő pontot tudott volna nyitni benne. Tehát megállsz egy szörpire. Frissabb volt a szörp, 100 forint a kulacsa. Tessék, így van. Egy elkész a csirkepörkölt. És nincs egy panziót, koszt, minden szállás, mindent adsz, érted? És az ott még megpihenő bringások azonnal megszállnak a 4. emelet valamelyik lakásával. Figyelj, elviekben azért egy kerékpáros azon a lefelezett úton elfér. Aha. Tehát mit kell belőle csinálni? Lámpát. Lámpát kell oda tenni. Érted? Megvárja szépen, amikor szemből jövő, elmegy, aztán az kap egy pirosat, ő meg kap egy zöldet, ezt visszajön. Érted? De hogy tényleg, amikor kimentek a szakértők, kimentek a kis dossziek, kiszálltak a hőtjévából, céges autóból, oda mentek a jegyzőkönyvekkel, aláértek ketten, és akkor azt mondja, hogy igen, szóval a probléma oka, ott egy 4 emeletes. Hát, nézd meg ott be! Ott van! Írd be a jegyzőkönyvbe! Dörgöld meg a szemedet, csak egy pillanat erése! Hallod, még mindig ott van. De akkor dörgöld meg még egyszer, de még mindig ott van. Jól hozott, tényleg így lett. Még egy mondata a Csepeli STK-val kapcsolatban. Tudjuk-e, hogy egyébként az STK volt előbb, és nem az út? Ajaj, megvolt az út, és az STK-t ráépítették. Nem fontos dolgok. Ott volt az út. Tútoltátok. Tútolták. Jöttek a munkások, ráépítették az STK-t. Mi volt előbb? Egyébként az út folytatódik az STK mögött, csak azt már senki nem nézte meg. És egyenesen, nem tudom, elvisz a Csepeli kikötőbe, a hív megállót, csak ráépítették az STK-t. Hát, vagy rátolták, és akkor az a kérdés, hogy mi volt előbb, az út, vagy a tolás? Igen. Mi volt előbb az út, vagy a tolás? Tehát ráépítették az útra az STK-t. Ezt sem szabad elfelejteni. Vannak itt alternatívák. Nem olyan egyértelmű ez a szomorú magyar valóság, hogy csak úgy hirtelen neki vezetik szegényeket a falnak. Ráhúzták az STK-t. Mi a megoldás? Menjetek az STK mögé, nézzétek meg, hogy folytatódik-e az út, mert ha folytatódik, akkor meg akkor neki van a falnak, akkor fal mellett végig, és ahogy vissza akarsz, mehet. És a szegények mehetnek tovább. Így van. Tehát ráépítették az útra az STK-t. Mi a megoldás? Aluljáró. Hát az lőre. Vagy egyébként. Hát, hogy átüsni az STK-t hosszába ott a rendelőkön. Keresztül 2 fotocellás ajtó eleje vége, és akkor keresztül mész. Jó napot ki, vizsgáljanak nyugodtan tovább csak. Szegények, így se könnyű nekik, én azt gondolom. Szóval, hogy azért Budapest sajnos nem arról híres, hogy megkönnyíti a vakoknak, a gyengéllátóknak, a kerekesszékeknek a közlekedését, a haladását. Hál' Isten azért minden sarkon áll egy olyan ember, aki átsegíti őket. Sok bejáratot már azért úgy látom, hogy azért megcsinálják, hogy föl tudjanak menni például a kerekesszékesek.
De hogy azért ezek extra nehezítések, szóval hogy a tényleg senki nem mondta, hogy gyerekek, így ne adjuk el. Vagy csinálj már valamit, hogy forduljon el balra az az út, szálljunk még rá 100 000 forintot, és menjen el a bejáratig. Hát azért ezt orvosolni, azért ehhez nem kell egy diploma. Hát meg miért veszik át tényleg, és hogy történt akkor az átvétel? Szerinted jó? Azt se tudják. Lehet, hogy azt se tudják, hogy mi az. Menjünk már. Na, mindegy, érdekes. Érdekes ez a dolog, igen. Hát szegényeknek nem könnyű. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy érdekes honlapra bukkantunk, és kíváncsiak vagyunk hallgatóink véleményére, hogy ki mit gondol erről, mert nyilván mindenki eljátszott már a gondolattal, hogy milyen lenne, ha gazdag palia lenne, beáldozná-e a szerelmet egy gazdag pasiért, elítéli azokat a nőket, akik ugye milliómosokra vadásznak, egyáltalán elítélendő-e az, hogy egy nő azt tűzi ki élete céljául, hogy ő összeszed egy gazdag pasit. Ugyanis létezik egy honlap, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy én gazdag pasi vagyok, aha, keresek nőket, akik eljöhetnek velem egy kéthetes luxus utazásra úgy, hogy én megfizetem az ő szolgálataikat, kifizetem nekik a luxusutat, és hát egyéb szolgáltatásokért nem fizetek, de eljöhetnek velem, és ott történik, ami történik. De kéred az egyéb szolgáltatásokat? Ez le van írva a hirdetésben? Tehát azt hirdeted, hogy én egy milliárdos vagyok, megyek a Bahamákra, nem kell keresek kérned egy jó testű nőt, aki engem elkísér, semmi hosszú távú dolog, mindent fizetek, de ezért cserébe esténként van egy kis himi-humi. Nem. Fizeti az utat, fizeti neked a kaját, és nem szól arról a dolog, vagy nem szól arról a honlap, hogy a szex benne van-e, csak elmehetsz gazdag pasikkal olyan helyre, ahova te nem jutnál el. Hogy miért cserébe, az egy kérdés, nyilván az már egy kettőt közötti megállapodás, hogy te mit válasz be ezért. Egy a lényeg, hogy jó csajnak kell lenned. Aha. Tehát gazdag pasik keresnek jó csajokat, és elmehetsz velük 2 hétre, 3 hétre úgy, hogy eljutsz a Bahamákra, vagy a Bora Borára, vagy Maldív-szigetekre. Tehát olyan luxus utazáson veszel részt, amit azért sokan nem engedhetnek meg maguknak. Jó csaj kell, hogy legyél, a többi az rajtatok múlik. Már ilyen honlap is van, nagyon ami jó, összeköti a keresletet a kínálattal. Szerintem tök jó. Jó. Szerintem határozottan jó a dolog. Ha minden le van tisztázva az elején, akkor ebben semmi kivetni való nincs. Férfi egyedülálló, van pénze elvinni valakit, valaki, a hölgy meg azt mondja, hogy én elmegyek. Miért ne menjenek el? Most megint az lesz, azt fogjuk mondani ezekre a nőkre, hogy na, milyen rossz életű, mert elmegy pénzért. Ha most egy egyedül élő, egyedülálló nő azt mondja, hogy én egyébként sosem fogok eljutni a Maldív-szigetekre, de itt van ez az egyébként szimpatikus csávó, és kifizeti az utat, hát miért nem menne el? Nézzük meg ezt a honlapot előbb. Ja, nézzük. Hát, ha találunk valakit, aki elviszi. Hát, ha vannak gazdag nők is rajta. Hát vannak rajta gazdag nők, igen. Ugye maga a honlap azt, ahogy nézem, arról szól, hogy utazás és randi. Tehát itt azért benne van az is, hogy neked randiznod kell. A top destinációk között van Las Vegas, Bali, London, Miami, Cancun, ami azért majdnem egy és azonosabb bőr, és nem beteggöntozóan tehát a betegségekkel. Mexikó, New York, Párizs, Dubai, Los Angeles, San Francisco. Tehát nem egy bugyi taksony. Dunaharaszti háromszögben mozognak azért az itt jelenlévők. És a csajok föltölthetnek magukról képeket, és elmondhatják, hogy ők a fotójuk alapján hova utaznának, és kivel utaznának. Tehát tulajdonképpen pár ajánlatot is meg tudsz nézni ezen a honlapon, hogyha jó csaj vagy. Tehát azt mondta, hogy nem ítéled el az ilyen nőket. Én nem. Nem. Hogyha ő is szabad, szabad a férfi, ha mindent letisztáznak az elején, akkor miért ne mehetne? Tehát hogy ez mennyivel rosszabb, mint hogy ajándékot veszel valakinek, és azt átadod, én mondjuk nyilván nincs ismerettség előtte, de tisztázzák le a részleteket, tehát mi az, amit a hapsi kér, mi az, amit a nő tud nyújtani, ha ezek az igények összetalálkoznak, hát hadd menjenek. Most rossz életű ez a nő, aki elmegy. Nem akarok csúnyább szavakat használni, mint amit ugye szoktak ilyenkor mondani. Na, ez miről szól? Ez arról, hogy utazz el vele és feküdj le vele. Igen. Nem? Aha, arról. Tehát tulajdonképpen te utazásért cserébe lefekszel valakivel. Csak nem cashben kapod, hanem elvisznek téged egy 2 milliós utazásra. Aha. Hát ezt hívják luxus prostinak, nem? Hát, de nem cash kapsz.
Le kell ha lefekszel vele, nem, akkor... Nem, nyilván egész nap passziánszoztok, dumáltok, marokkoztok, nagyokat sétáltok, együtt. Nyilván azért lehez csak és kizárólag jó nő egyébként. Tehát én nem feltételezem, hogy ebben a dologban azért van szex. De hogy ez egyáltalán nem erről szól. Tehát ronda vagy, egy szemed van, pupos vagy, nyilván akkor is elvisznek. Nem, akkor nem visznek Bora-borára. Nem visznek el, de a férfi, aki fizeti az utat, hát legalább ennyi legyen már a pénzért, hogy ő mondhassa meg, hogy kivel akar menni. Láttam egy kategóriát, ott van Barry L, így hívják az emberünket, ő jól érzem magam, jól vagyok, és Görögországba akarok menni. Ő akar menni, nem, ő keres nőt Görögországba. Tehát Görögország mondjuk nem annyira extra. Tehát oda lehet, hogy jelentkezhetnek azok is, akik kevésbé szépek. Tehát ő tényleg kulturális útitársat keres magának, aki a görög mitológiában otthonosan mozog, ugye? Tessék? Erre gondolsz, hogy egy nagyon okos lányt keres, akivel végig tudná nézni Kréta romjait. Én nem tudom, szóval, hogy tényleg nem csak az a prosti, aki az út szélén áll, nem? Hát azért, ha te elmész, és tényleg te két hetet eltöltesz valakivel úgy, hogy nem ismered, kifizeti az utadat, és neked le kell vele feküdni, mi a különbség? Hát nem csak az, tényleg az, hogy megállsz a Méta utcánál, és akkor ott állnak. Hát nekem nagyon ebben egyébként nincs különbség. De ugyanaz a típus, odaadom a testem azért, hogy vigyél el valahova engem két hétre, vagyis te megveszel engem mindenestül együtt. Hát ez a modern, sokkal szebben álcázott, sokkal szebben csomagolt, ugyanúgy prostitúció. Hát nagyon más nem lehet. A honlapnak is az a cím, hogy utazás és randi. Ezek a férfiak nem moziba viszik a nőket, hanem két hétre nyaralni. Hát ez ugyanaz, mint amikor mi fiatalok voltunk, és azt mondja, hogy nem iszunk meg egy kávét valahol. Ez ugyanaz, csak ő nem kávéra hív meg, hanem utazásra. Két hét alatt több minden történik, mint egy órás kávézás alatt. Tehát lehet, hogy ők tényleg párt keresnek maguknak, csak ráérősek, és sok pénzük van, tehát... Olyan szeretem, annyira szeretem, hogy te ilyen naív vagy. De nem vagyok tehát, naív, én csak próbálom. Ezt az igazán naív, új kígyósi... Igen, mert nem egyből mész rá. Nem egyből mész a lényeg felé, hanem ismerkedsz, ő így ismerkedik. Nem tudom. Csak közben gólt kaptunk. És ezzel a szép nagy magyar áramnak újra végem. Mi van azokkal a nőkkel, akik úgy mondanak le a szerelemről, arról mit gondolsz, akik mondjuk úgy kötik össze egy gazdag palival az életüket, hogy anyagi megfontolásból. Anyagi megfontolásból vannak egy tehetős pasival, aki gazdag, akinek sok pénze van, és összekötik vele az életüket. Na, tulajdonképpen ez sem szól nagyon másról, nem? Azt például jobban elítélem, mint ezt, mert tönkreteszed a saját életedet. Tehát nem azt vagyok benne biztos, hogy ezek a nők tönkreteszik a saját életüket. Hát hány ilyen magyar csajt látunk azért? Hogy anyagi biztonságért odaadod a szerelmet. Hogy anyagi biztonság miatt összeállnak valakivel. Ezek a lányok egyébként nem tűnnek boldogtalannak. Én nem vagyok benne biztos, hogy ők ezzel tönkreteszik az életüket. Jönnek, mennek, utaznak, tehát hogyha a pénz számít neked, és lemondasz az érzelmekről, akkor lehet, hogy belül te kicsit megnyomorodsz, de abban azért nem vagyok biztos, hát ezért most tudnék konkrét neveket mondani. Úgy néznek ki, mint akik tönkretették az életüket, hogy összeálltak magyar milliárdosokkal. Szerintem úgy néznek ki ezek a lányok, mint akik egyébként annyira szenvednek valahol egy 8. kerületi kis félszuterénben, garzonban, és egyébként lemondtak a szerelemről, nem így néznek Szerintem ki. Szerintem ott minden nap szemen köpöd magad egy kicsit. Igen? Minden reggel úgy kelsz föl. Amellől az ember mellől, akit nem szeretsz, aki igazából neked soha nem is tetszett, mint férfi, soha nem volt egy olyan ember a te életedben, aki azt mondod, hogy na ő az, akivel tudunk egyfelé menni, csupán egy dolgot kaptál meg, a gondtalan életet tőle. És ezt értem, tehát a gondtalan élet az egy nagyon szuper dolog, de hogy te minden reggel úgy kezd fel valaki mellett, hogy tulajdonképpen összeboronálódtunk, meg jó meg vagyunk, még néha beszélgetni is tudunk valamiről, de hogy az a tűz az soha nem lobogott bennetek, én ezt sokkal jobban elítélendőnek tartom, mint ha valaki azt mondja, hogy figyelj, elmegyek veled két hétre Santorinire, a kis saját jaktodra, és jól érezzük magunkat. De nincs nagy különbség. Az a csaj is ugyanazt csinálja modern formában, meg az a csaj is, aki egyébként feláldozza az életét, a szerelmet, és összeáll csak a pénzért, anyagi megfontolásból egy palival. Mi a különbség a kettő között? Nagyjából ugyanazt csinálják, csak az egyik két hétre szól, a másik meg egy életre szól. Két hétre szól, hazajössz. Feltételezzük, hogy nincs szerelem, nyilván vannak olyan kapcsolatok, amik az őszinte megbecsülésre és szerelemre épülnek. Egy filmben egyszer
egyszer én is láttam ilyet, most ez mindegy, tehát két hét múlva hazajöttél, megvolt a szex, végig szeretkeztétek a hajóutat, kifizetett mindent, a pasi azt mondja, hogy drágám, köszönöm, és ott a vége, és az életed, az, nyilván ezt is fel kell dolgoznod saját magadnak, de ez egy kéthetes intervallum, de berendezkedni arra, mondjuk 20 évesen, vagy 30 évesen, hogy egy nagyon gazdag emberrel le fogod élni az életed, akinek megvan a saját útja, lehet, hogy neked is megvan a saját utad, keresgéled azért a szerelmet, nem? Gondolom én. Te nagyon naív vagy. De miért lennék naív? Hát azt mert te azt gondolod, hogy mindenki a párkapcsolatban egyébként a szerelmet, az őszinte érzelmet keresi. Vannak nők, akiket ez egyáltalán nem érdekel. Vannak nők, akik ezt beáldozzák, és azt mondják, nem érdekel a szerelem, legyek inkább boldog, anyagilag biztonságban, nőjön fel a két gyerekem, járjon, nem tudom, Bugatti Veyronnal, vagy Bentleyvel, járjanak jó iskolába, és legyen Louis Vuitton táskám, teszek a szerelemre, engem a pénz érdekel, mert nekem a pénz a szerelmem. Tehát, hogy te azt keresed egy párkapcsolatban, te azt mondod, amit te keresel egy párkapcsolatban, de nem tudsz a nők fejével gondolkodni. De az a párkapcsolat, hogy pénzt akarsz tőle. Hát az a párkapcsolat, hogy vagy egy idősebb, vagy egy rondább, vagy egy nyilvánvalóan láthatóan milliárdos palival, akit közben vagy félrelépsz, vagy nem, vagy megcsalod, vagy nem, van szexületetek, vagy nem, de anyagilag téged biztosít, és ezáltal neked boldog, zökkenőmentes életed van, cserébe lemondasz a szerelemről, vagy román csalod. Te azt mondod erre a kapcsolatban, hogy ez tök normális, hogy valaki a pénzt választja. Hogy az az élet célja, hogy akkor élünk anyagilag biztonságban. Én nem fölmentem. Én azt mondom, hogy nekem nincs különbség a között, hogy valaki itt áll kint, vagy valaki elmegy egy luxusútra, vagy valaki egy ilyen életet választ. Nagyjából tulajdonképpen ezek a nők sokszor egy kalap alá vehetőek, de én nem ítélem el őket. Hát mindenki úgy próbál boldogulni, ahogy akar. Hát most, ha te nő lennél, és neked az lenne az élet célod, hogy találj egy gazdag palit, attól, én nem ítélek el. Üresnek tartom, érzelmileg kiégetnek, azt mondom, hogy szerintem ez hosszú távon egyébként valószínűleg nem tesz boldoggá, mert lemondasz egy csomó olyan dologról, ami neked közben nagyon sokat adhat, hogy szerelmes vagy, hogy valóban kívánod azt az embert, hogy olyan pasi van melletted, akivel jó szexelni, de ezek a nők valószínűleg erről lemondanak. Én elítélni egyáltalán nem ítélem el őket, szeretik a pénzt, az ő istenük a pénz, lemondanak a szerelemről. Elítélni nem ítélem el. Ülsz egy luxus kalitkában. Igen. Vagy lehet, hogy nem kalitka, mert nyitva van az ajtó, tehát mehetsz, jöhetsz, csinálhatod a dolgaidat. Van melletted valaki, akivel tulajdonképpen ugyan együtt ész, de nincs közös életetek. Néha oda kell feküdni alá, mert ezt még szeretkezésnek sem nevezhetjük, nem? Hát szörnyű élet, ebben tök igazad van. Tehát ez valószínűleg szörnyű élet. De ha közben jössz, mész, utazol, világot lát, és ez téged boldogát, és te posztolod, hogy éppen hol vagy, és neked ez nagyobb örömet okoz, hogy te most ide mész, itt nyaralsz, ilyen fehér homokos tengerparton vagy, de egyébként meg le kell mondanod a szerelemről, hát vannak nők, akik azért élnek így, én ezt nem tartom rossznak, vagy ördögtől valónak. Más kérdés, hogy soha nem választanék valószínűleg ilyen életet, vagy soha nem érdekelne ez a típusú pénzhajhászás ilyen téren. De nem ítélem el őket, hát nem követnek el bűncselekményt igazából. Én a kéthetes kalanda szívesen. Engem mindig az érdekel, hogy a Pali mit gondol? Tehát a Pali azt gondolja, hogy szerelmes belém ez a fiatal csaj, vagy nem. Pontosan tudja, hogy a pénzem miatt van velem, kihasznál, de hazudjunk, egy nagy kollektív hazugságban éljünk együtt. Én is tudom, te is tudom, hazudunk közösen, és ez a mi életünk. Engem inkább ez érdekel. Szerintem részt nem. Vesz a Pali szerintem ebben a nagy kollektív hazugságban, vagy tudja, hogy ez az egész hazugságokra tudja. Épül, baromi gazdag vagyok, nem tudom, rohadt kövér, 130 kiló, mit tudom én, nem tudom, nincs már egy fogam se, nem tudom, de van mellettem egy 20 éves csinos nő, aki minden nap elmondja, hogy mennyire szeret. Tudom, hogy ez nem igaz, nem mondja vagy el. El akarom hinni. Elmondja. Elmondja, hogy mert akkor hazugság. Tehát ha mind a ketten tudják, hogy ez arról szól, hogy te, mint gazdag férfi kaptál egy gyönyörű nőt magad mellé, akivel el lehet menni a, mit tudom én, a rendezvényre megjelenni, mert jól néz ki, neveli egyébként korrektül a gyerekeiteket, és éli a világát, akkor oké, akkor értem. Ha még hazudjátok is, hogy ti halálosan szerelmesek vagytok egymásban. Szerintem meglepődnénk, ha kiderülne, hogy Magyarországon hány nőnek fontosabb az anyagi biztonság, mint a szerelem. Hány nő gondolja úgy, hogy inkább nevelem a gyermekeimet anyagi biztonságban, és benne maradok egy olyan házasságban, ahol a palim gazdag, de nem szeretem már, mint hogy kilépjek és kockáztassam azt a biztonságot, amit egyébként az a pali okoz nekem, akivel úgy kell hetente egyszer lefeküdni, hogy már rohadtul nem szeretem, de tudom, hogy a gyerekeim nyugodtan nőnek föl. Szerintem meglepődnénk, hogy hány nő mondaná azt, és tenné fel a kezét, hogy szerelem vagy anyagi biztonság, akkor mondaná azt, hogy anyagi biztonság, de boldogabb, mégis lelkileg boldogtalanabb élet. Mert közben azt gondolom, hogy nyilván boldogság anyagilag, de valahol lelkileg
baromi üres és baromi boldogtalan, hogy egy olyan palival kell együtt lenned, akit már nem szeretsz, de anyagilag téged próbál boldoggá tenni. Szóval ez egy összetett dolog. Én szerintem sok nő inkább az egzisztenciális boldogságot választana, mint azt, hogy új, de jó, szerelmes vagyok, de soha nem jutunk egyről a kettőre. Ha mondjuk ez 10 év együttélés után jön el ez a pillanat, és akkor szerelmesek voltatok, akkor azt megértem. Akkor azt megértem, de hogy ez van, hogy az elejétől kezdve egy nő azt mondja, hogy hát nem szeretem, de próbáljunk már elmenni erre a pénzes pasira, mert szép lesz az életem. Aha. Van hát, ilyen? Nem nézett tévét, nem olvasol, hát nem tudom, de én ott mindenütt, vagy csak én vagyok egy hülye romantikus, én ott mindenütt azt érzem egy kicsit, hogy azért csak egymásba szerettek valamire. De hülye vagy. Igen. Tényleg? Te milyen aranyos hát vagy, egy Feri. Picit így az elején, de legalább az elején volt valami vagy. Kis rezgés a kettőjük között, érted? Hogy valahol összecsattantak. Aha. Ők. És ugyanazon magyar milliárdosra 3-4 lány egyéb szeret bele, havi, ha 2-3 havi váltásba. Hát most ki más szeressen bele? Hát most érted. Értem én. Na jó, azt meg tényleg. Nézzük meg, telefonáljanak nekünk olyan csajok tényleg, akik elmondják, hogy gyerekek, igen, én ezt az életet választottam, erről mondtam le, anyagilag biztonságban élek, hazudok, egy kollektív baromi nagy hazugságban veszek részt, én is az egyébként retetesen kiábrándító öreg, idős, büdös, fiatal, fogatlan, mint a bármilyen férje, nem szeretjük egymást, de a pénze miatt vagyok vele. Ha van ilyen nő, aki ezt vállalja, akkor írja nekünk, hogy miről kell lemondani. Esetleg egyébként valójában lemondásként élik-e meg? Na nézzünk egy-két SMS-t, mit írnak a hallgatóink. Na, igaz, hogy csak 15 év volt köztünk, én csak 22 éves voltam a lányommal, bizonytalannak éreztem a helyzetem, így döntöttem, nem sokáig bírtam, jelenleg 5 évvel fiatalabb a párom, és élünk boldogan. Szerintem nem lehet így leélni egy életet, folyton az jár a fejedbe, mit találj ki, hogy aludj, állandóan szegény gyerekre fogtam az együttlét kerülését. Mika küldte nekünk. Lelkiismeret furdalása volt, amikor szerelmet val nekem, én meg csak elmormolok valamit a hasonlót az órom alatt, nem vagyok boldog, inkább csak hálás, mert mellette olyan életem van, mint az előtt soha. Látod? Tehát, hogy hálás és tök jó a pénz. Ő is azt írja. De érzelmileg menekülsz az elől, hogy azt mondd a másiknak, hogy szeretlek, vagy jó veled, vagy... Igen, nem, hát biztos, hogy nem egy jó élet. Persze, nagy lemondás. Hatalmas szerelme évekig, majd kötődési szeretete, nagy anyagi biztonság, rengeteg utazás, oda vagyunk egymásért, lemondás a szexről pár éve, 30 év kor különbség, majd 10 éves kapcsolat, és én meg 30 alatt bőven. Sok hasonló kapcsolat van a környezetemben, ami szuperül működik, és kiegyensúlyozott összhangban vannak. Ki vagyok borulva a saját korosztályomon, mert semmit nem kezdenek magukkal, többnyire csak a tengi-lengi megy, ezt Rozi küldte nekünk. Nekem lett volna a lehetőségem gazdag pasival együtt lenni, mindent megkaptam volna, csak egyet nem a szerelmet, én csak a pénzért nem tudok együtt lenni valakivel, írt a Fanni. Aha. Na, hát valakinek az érzelmet keresi, de azért látunk olyat, akinek ez megy. Kint élek Norvégiában, itt mindennaposak ezek a történetek, gazdag norvéd megveszi a szép, de szegény külföldi lányt már akár 16 évesen. Kitanítatja, biztos jól kereső állást kap, a lány és anyagi biztonságot. Az érdekes, hogy a lányok nem is tagadják, hogy a pénz miatt vannak együtt a párjukkal, elégedettek az életükkel, gyakran szeretőt tartanak. Az milyen, hogy veszel egy lányt külföldre, egy 16 éveset, jó iskolába járatod, megtanul mindent, és utána boldogan élsz vele. Tulajdonképpen itt az óriási kontraszt, hogy valószínűleg tényleg egy olyan országból jön az a lány, ahol nagyon-nagyon a békafenek alatt van az életszínvonal, nagyon nagy szegénységben van, lehet, hogy egy terhelgyerekkor is áll mögötte, és akkor ehhez képest meg... De gyerekek, a hapsit képzeljétek. Tehát képzeld már el, hogy te egy 40 éves norvég milliárdos vagy. Eddig tetszik a dolog. Eddig meg vagy. Nem lesznék svéd. Akkor svéd milliárdos, és oda telefonálsz valami ilyen irodához, hogy hozzanak nekem Kuala Lumpurból egy 16 éves, nagyon szegény lányt, és majd én fölnevelem tudják magamnak. Tudják mit? Legyen rögtön kettő! Hát kemény, igen. Feri, hol éltél eddig? Dobozban? A mai 20 körüli szép lányokat szerinted mi számít? Haver, Porsche, kulcsa, minden szombaton, más sajt visz haza. Ez alakült. Nekünk van egy hallgatónk is. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Csajt vártam. Dávid, hello! Hello, szia. A lányok érdekes nem merik bevállalni azt adásban, hogy igen, gyerekek, hát ki mondaná el ezt? Van egy gazdag pali, milliómos, milliárdos, nem szeretem, de a pénze miatt vagyok együtt. Azért azt eljut a férfihoz is. Valamilyen szinten szerintem szégyellik. Alkalmi kísérő vagyok. Mennyi pénzt lehet ezzel keresni egy hónapban? A bérletet bérelnek, mondhatni egy ilyen felső kategóriást, akkor nem konkrétan dolgozok, mert nincs értelme neki. Úgyhogy... Annyi pénzt keresel vele, amiből meg tudsz élni. Amivel fel tudok tartani, egy igen komoly életünk. Hány ilyen nő van az életedben egyszerre? Hat? Mondjuk hat? Hát ez változó. Most per pillanat 4. 4. Uh-huh.
És a rendes életre már gondolom nem is tudnál váltani abból a szempontból, hogy elmenni napi 8 órát dolgozni, 100-150-200 ezer forintot keresni. Hát nem is nagyon menne, nem? Hát srácok, én lényegében ezt csináltam. Ezt csináltad, és ebből lett elegem. Gyárba dolgoztam, most 30 napos hónapból 23 napot dolgozol, 92.600 forint, és most abból tehát nem tudod, tudsz semmit csinálni. Tudod, hogy ez egy, persze, egy helybe toporogsz, és nem. Hány évesek ezek a nők, az ügyfeleid? 45-től 60-ig. 45-től 60-ig, és mindent meg kell csinálni, amit kérnek? Tehát ezekkel nem, a nőkkel te együtt is vagy, vagy le is fekszel? Persze. Ez csak arról szól, olyan nincsen egy konkrét kísérő, mert egy-két alkalommal van, egyszer-kétszer meg tudja csinálni az ember, de utána, hogyha nem fekszel levele, hát nem azért fizetnek konkrétan egy kísérgést. De miket kérnek? Hogy sétálj vele a Margit-szigeten kéz a kézben? Menjünk el bevásárolni, akkor ide-oda nyaralni, stb. Utazni ide-oda, amiről ugye ti is beszéltetek. Tehát te nyaralsz is ezekkel a nőkkel? Persze. Hol voltál eddig, ahova valószínűleg soha nem jutottál volna el? Egyesült Államokban. Meddig tartott az utazás? 3,5 hét. 3,5 héten keresztül. Az igen, aha. Az igen. Figyelj, egy 40-es, viszonylag jókarban lévő, mérsékelten szórakoztató, egyébként nős, egy gyermekes családapának milyen esélyei lehetnek, aki tudja, hogy honnan jött? Esetleg valami történik a rádióban. Ja, mi beszélhetünk erről, egy ajándékcsomagébe tudlak téged is vezetni szakmába. Lelkileg a pénz, ugye a témák mozgatórugója tulajdonképpen ez, ezért kérdezem, hogy mennyire éget ez ki? Kárpótol az a pénz, amit te megkeresel, vagy azért lelkileg ebbe az ember kicsit tönkre megy? Kiég? Nyilván nem is biztos, hogy ezt fölismered, te az kell nélkül ismered. Aki úgy csinálja, az szerintem biztos, hogy tönkre megy, de én mondom, hogy nem úgy. Szóval most nekem mond egy példát, akármit mondjuk, hogy csinálják meg, én nem csinálom meg. De kitartott vagy tulajdonképpen. Tehát abból élsz, hogy téged kitartanak gazdag, tehetős, idősebb nők, nem? Hát azért ez nyilván egy pasinak lelkileg. Engem nem tesztek be. Én alapból is egy ilyen dika kategória vagyok, szóval járok mindenhova. Ez is tényleg nálam. Úgyhogy lényegében nem. Meg jobban az életszínvonal. Én úgy vagyok vele, hogy én bevállalom ezt azért, hogy ne kelljen dolgoznom, meg egy olyan életszínvonalat tudjak fenntartani. Tehát inkább a pénz. Amiben most vagyok, igen, egy élete van az embernek most. Nekem se volt az élettélem, hogy 90 ezer forint megrohadjak a gyárba. Léptem, nem akartam egy helybe lenni. Nézd, mindenki úgy keresi meg a boldogságát, meg a pénzét, ahogy mi nem ítélkezünk, kíváncsiságból kérdezek egyébként, abszolút érdekelnek ezek mondjuk az élettörténetek. Mondjuk itt azért okosnak kell lenni, mert egy idő után azért elmegy a vonat, tehát te is öregszel. Nyilván, hogyha nem spórolgatsz, meg nem raksz félre, meg ilyesmi, nyilván ezután... Hány éves vagy, Dávid? 24. Hát akkor még. Mert a kuncsafjaid nem jelentenek be biztos. Akkor még azok van. Van időm. Alkalmi munkavállalóival. Tényleg a tévét fizeted magad után, vagy a dekód, vagy... Jó, érdekes. Hát nem ítélkezünk, nehogy félreérsz, abszolút nem. Hát, nem, úgyhogy akár ez női kategória, mert ismerek ilyen nőket is, akik ugyanazt csinálják, mint például, amit beszéltetek, hogy 16 évesen beiskoláztatás, stb. És ismerek ilyen nőket is, akik így vannak. És érdekes módon a nők valamiért ezt szégyelik, nem merik fölvállalni. Köszi, hogy elmondtad. Szívesen. Köszönöm, sziasztok. Ciao, köszi, Dávid. Hello. Ez ilyen érdekes élettörténetek vannak, nem? Mi lesz, ha jön a szerelem az ő életében? Vagy mi lesz, ha kiszúrja magának Donatella Versace? Vagy Geronazzo Mária? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Baj van, gyerekek. Na. Baj van. Mivel? Mondjad, megoldjuk. Megoldjuk? Megoldjuk. Így láthatlanban azt mondom, megoldjuk. Állítólag egyre több helyen bukkan fel a pacuhal. Ezzel nem tudunk semmit. Azt mondtad, megoldjuk. Állítólag egyre több helyen bukkan fel a pacuhal, amelytől leginkább a férfiak retteghetnek, ugyanis ez a hal herére támad. Hoppácska! Már Ausztriában is fogtak belőle ebből a kis szörnyetekből, amelynek egyébként az emberihez nagyon hasonló a fogazata, és állítólagosan ő herére támad. Herére támad, és nagyon nem itt van az élőhelye, hanem valahol az Amazonas környékén, mégis most őt valaki kiöntötte, és már úgy néz ki, hogy ausztriai vizekben is megtalálható a pacuhal.
harapóhal, így hívják. Jézus már, mennyire durva hangzik. Most arra lennék kíváncsi, hogy amikor... Vagy pacu, vagy paku. Ahogy tetszik. Legyen pacu. Az olyan, mint a paci. Pacu. Hogy amikor azt megalapították, hogy a fogazata ugyanolyan, mint az emberé, akkor volt rendelkezésükre állt egy pacuhal, vagy pedig a külsérelmény nyomokat hasonlították össze. Harapjon csak egyet, Lacika. Figyelj csak, akkor most én. Figyeljétek csak. Pont ugyanolyan a Lacinak a foga nyoma is, mint például ezért a pacuhalé. És így hogy történhetett? És a metszőfogak vagy a nagyrágok hasonlítanak nagyon. A metszők, a nagyrágok, az örlőfogak, a bölcsesi fogak, hát a nagyrágok, minden. Akkor mélyre kerültek azok a herék? Akkor nagyon mélyre kerültek, igen. Egyébként állítólagosan tényleg megtámadja a herét, amit azért nem értek. És most menjünk bele egy kicsit a biológiába. Mert ugye a hal az arra támad, ami mozog. Nem így van? A vízben. A ragadozó halak. Kicánkol, mozog. Na most ugye, ha te bemész a vízbe pasiként, akkor a heréid... De lehet, hogy röplabdáznak közben. Aha, vízilabda. Akik? A halak? Hát nem, azok, akiknek játékosan jobbra-balra ingázik. Mert a herék általában lebegnek a vízen. Már nem a víz tetején. Uh-huh. Vagy nem tudom, nátok, hogy van. Hát nem tudom, én a fürdőgatyámban nem lebegtetem, de... De ugye meg nem mozog, hanem csak, hogy úszik. Az egy meg a fajsúlyos is gojzlik, nem úsznak a víz. Lesüljenek a velencei dolgára. Lefelé az iszap. Ha én pacu lennék és harapnék valamire, akkor csak az egyéb lelefelé, ezt akarod mondani? Hát az így gyönyörű heréd lehetnek, de hogy nem a herére menné pacuként, hanem ugye a magára. Jó, de ott már felúszott egy másik hal. Azt tudjuk, hogy van egy másik hal. Ja, igen, ami pedig ott úszik fel. De a pacu összekeveri valamivel a herét, mert például a bojlizásnál a ponty, ugye ez egy nagy golyó. Ha azt mondanád, hogy a pontyok ezentúl nem a bojli golyóra, hanem a here golyóra mennek, azt megértem, mert az közel akkor egy ilyen bojli golyó. Uh-huh. Érted? De a pacu mivel keveri a herét? A pacu lehet, benézi hogy... ezt, és összekeveri valamivel. Igen. A te esetet beferi egy bójával. Lehet, hogy ez a bója harapó. Arra ki is lehet kötni, apukám, áll az ászló. A te esetedben egy vízolabdával. Igen. Amikor Feri például a Velencei-tóban háton szokott úszni időnként, akkor, és ott rendeznek valamilyen triatlon vest. Új sziget! Ott fordultok a bójánál! Gyerekek, segítsenek nekünk azok, akik horgásznak jelen pillanatban. Telefonáljon már be valaki, aki ért a halakhoz, hogy hogy néz ki egy ilyen pacuhal, hogy ismerjük majd meg. Ha ausztriai vizekben van, előbb-utóbb magyar vizekben is felbukkan. Így van, a Duna ausztriai víz is, csak mondom. Ó, igen, de hát Ausztriából jön szépen előbb-utóbb, ugye megérkezik. Érted. Megérkezik hozzánk, és állítólag ott már ott van, sőt, mi több ki is fogták ezt a halat. Nem egy túlságosan szép hal, tehát nem néz ki nagyon jól. Mesterséges szerelékkel, vagy természetes szerelékkel fogták. Természetes szerelékkel, nudizók fogták ki valahol. Ausztriában valaki a vízből. Mint két kis facsipesz, úgy csimpaszkodott a herét. Anya, nézd, mit fogtam. Nézd, milyen kis erőszakos ez a halacska, hogy kijött velem. Az állat egyébként állítólagosan édesvízi, de mivel trópusi hal, így a hideget rosszul viseli, és hamar döglik a hideg vízben, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy a Dunában sem lesz hosszú életű mondjuk télen. De nyáron, ha ez a pacuál felúszik, akkor itt fürdőzők ezrei veszhetik majd el a golyóikat. Egy osztrák állampolgárnak volt egy pacuja akváriumban, és megunta? Itt ez lehet a magyarázat. Simán lehet. Simán de akkor lehet. Egy pacu van, amit kifogtak, vagy esetleg egy pár pacut engedett el, azok össze húgy-húgy, és vannak már kis pacuk. Simán lehet. Mert akkor azok még nyáron elúszhatnak idáig. Bizonyám. Mert tényleg már ki fog halni a pacu. És akkor miért Csabiékkal a lupán? Ott. Csabinak más tartományba lép majd a hangja, ha megjön. Igen. Két hét múlva. Sziasztok! Igaz volt a pacuhalas híretek? Igen. Ő egyébként Dél-Amerikában él. Az Amazonasban honos, és ott olyan fura állatok élnek. Tehát ott él olyan halfajta talán, vagy valami élősködő, ami viszont a kukiba megy. Wow, felúszik. És felúszik a kukin. Mit gondol ő például, hogy az egy ilyen lakás? Én nem tudom, mit neki? Gondol, csak hogyha kettő egyszerre találkozol vele meg a pacuhallal, azért az egy elég komoly tragédia már, nem? Igen. Na, hát ha van egy olyan horgászunk, aki legalább látott már ilyet, vagy tudja, hogy néz ki, vagy hallott erről, vagy esetleg tud nekünk segíteni, hogy hogy kerüljük el a pacu halat, ami előbb-utóbb a magyar vizekben is felbukkanhat. Tehát nyilván nem tömeges jelenlétre kell számítani. Ha esetleg sértett van a hallgatóink között, aki már gyümölcspirány áldozatul esett a támadásnak, az is telefonáljon. Hogy megtámadt egy gyümölcspiránya, mert állítólag ez az igazi, a gyümölcspiránya.
Akkor összekeveri a mangóval? A cseresznyével. Hát kinek mangóval, kinek cseresznyével, igen. Ferinél görögdinnyével. Kettő. Igen, amiatt a pitka is sömöröm van az ananásztal. Igen, ilyen a nélegyházi dinnyeföldeken se láttam, mondja a pacu. Mondja a pacuval, és azonnal ráugrik Ferire. Na, van egy horgászunk, aki telefonált. Gábor, hello Gábor, jó reggelt kívánunk. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Te nagy horgász vagy? Vagy... Hát 7 éves korom óta horgászom. Ó, hát egy profi. Ennyire nincs kapás. és mondjuk van egy horgásztúra cégem is, amivel horgásztúrákat szervezünk a világ minden pontjára, tehát így azért elég sokféle halfajjal találkozom. Na. Már a pakúval még így direktbe nem találkoztam. Legyünk következetesek, Léci, te is hív pacunak. Mi már elkezdtük pacunak, mert kicsit bénám, és így nagyon szerosdik pacunk, persze. Fonetikus vonalat. Nincs vele probléma. Igen. Te láttál már ilyet, vagy találkoztál pacunkkal? Igen. Igen, már fogtam is, kézbe is fogtam ilyet, láttam is ilyet, de akváriumi körülmények között itthon. Mekkora egy ilyen hal, vagy hogy kell őt elképzelni? Egy piránya, hát ugye? Ez egy pirányaféle, de azért azt nagyon fontos megjegyezni, hogy gyümölcsökkel, növényeket táplálkozik, tehát nem ez a vérengző fenevad, amire mindenki asszociál egyből. Gyakorlatilag a természetes élőhelyen 25 kg-ig megnő. Azért ő már nem egy facsipesz, amikor felkapaszkodik. Az nem. Inkább krokodil. De itt Magyarországon én még amiket láttam, azok ilyen fél kiló, egy kilós példányok, a legnagyobbak, ami akváriumban így megnőtt. És előszeretettel a megunt állatot kihelyezik természetes vízbe, mint ahogy sok más hallal is sajnos ez történik, ami tájidegen, tehát nem idevaló, de ezek a halak, ezek nem élik túl a telet, tehát ezt a hideg vizet nem, ezt nyáron kiteszik, és általában télen elpusztul, mert nem bírja át egy trópusi halról beszélni. Egyébként már rákerestünk itt az interneten, és látunk nyitott szájjal is ilyen pacuhalat, és az a baj, hogy ténylegesen zavarbejtően hasonlít a fogazat egy embernek a fogazatára, úgyhogy ezt viszonylag nehéz otthon kimagyarázni. Igen, ki harapott hova. Édesem, hol jártál? Csak a lupám fürödte, igen. Brutális harapás nyomokkal. Igen. És létezik az a másik típusú hal, az is az Amazonasban él, de lehet, hogy csak legenda, ami felúszik a kukin, van egy ilyen típusú hal is, amit kifejezetten vigyázni kell. Igen. Rá. A River Cookin. Ez nem legenda, valóban van ilyen probléma. Az a helyzet, hogy ez a halnak a táplálkozási módja, meg az életmódja, az úgy néz ki, hogy a halaknak a nagyobb halak kopoltyújába beékeli magát 3 darab tüskével, és ott egy ilyen vérszívó életmódot folytat, ilyen parazitaként. Na most ugye ezt, hogyha bekerül az embernek a húgyvezetékébe, akkor ezt ugyanezt a 3 tüskét ott széjjel löki, és aztán tényleg műtéti úton lehet csak eltávolítani. Azt, hogy kerül oda és miért kerül oda, ez egy érdekes kérdés. Állítok, hogy a vizeletnek vagy az ammónia tartalma vonza oda, vagy a hőmérséklet különbség, ugye, ami a vizelet és a víz között van, és hogy ez, hát nem tudom, de a gyakorlati részét azt azért ennyire nem látom át, hogy ez hogy tud megvalósulni, ez a felúszik. De hallottam róla én is, hogy ilyen van, és a halnak az életmódjából, illetve táplálkozási módjából következően lehet ilyen probléma, igen. Azért ez nem szerencsés. Hát, amikor azt jelenti, hogy vesehomok, és aztán rohadtul nem a vesehomok, mi? És elmész doktorhoz, és kiderül, hogy egy rohadt akvárium van bent, és ott azért halak, madarak, pelikánok, minden beköltözött. Ott azért ott nem segít az, hogy oda megy hozzád a haver, mert látja, hogy szomorú, hogy na! Fizetek egy sört. Ott nem segít. Te szervezel ide is, az a Dél-Amerikába is, túrákat? Hát jelenleg ugye az amerikai kontinens az fekete listára került az összes európai nagyobb horgásztúra szervezett cégnél. Ugye az, hogy a dollárt így majdnem, hogy pariba hozták az euróval, annyira megdrágította a célpontokat, hogy árérték arányban nem jó. Tehát nem az, hogy nem tudják megfizetni, meg kifizetik a németek, bárki kifizeti, csak drága. Úgyhogy most mindenki Ázsia fele, meg Afrika fele mozdul. Ott van tehát valami veszélyes jószág? Mindenhol vannak veszélyes jószágok. Tehát egyébként Dél-Amerikában is, amikor erre, ezen a tájékon horgászunk, akkor nem erre a halra horgászunk. Ugye itt a fő célpont az arapajma. Ugye ez a 2 méter fölé megnövő ragadozó. Illetve vannak bizonyos nagy testű harcsafélék, amire horgásznak. Ezek ilyen mellék halak, tehát ha a horgászat közben beakad egy, akkor meg fogjuk, azt elengedjük. De igazából nem ez a fő célpont. Most megnéztem ezt az arapajmát, amit írtál, ez brutális kis jószág.
egyébként. Ezután is sajnos nagyon írtják, mert ugye ez egy táplálékforrás Dél-Amerikában, nagyon jó a húsa, és hát a populáció most már komoly veszélybe került, elég nehéz most már nagy testű jószágot találni, meg elkezdték betelepíteni Ázsiába, és ott vannak ilyen direkt horgásztavak, egy kicsit ilyen akvárium feelinggel, ahol ezeket lehet fogni, de mert ott ugyanaz a klíma, és jól megél, és nagyra is megnő, de hát már ő is sajnos a kihalás szélére kerül lassan. Ez mekkora ez az arapajma? Brutális. Brutális. Ezeket ti visszaengeditek, vagy kifogjátok, fotókészül? Hát mi szigorúan visszaengeditek. Tehát ti visszaengeditek. Hát igen, mert egy ilyen nagy testű hal, amire ekkorára megnő, azért gondoltok bele az évtizedek most. Oda megy az ember, azt elkezdi kipecázni ezeket, azt kiírtja, gyakorlatilag hány év múlva lesz megint ilyen lehetőség. Meg egy kicsit a tisztelet is az állat iránt, hogy azért túlélt 40 évet, megharcolt az elemekkel a táplálékversenyben, oda került, ahova került, és akkor ilyen az ember, aztán puf, levágja. És akkor ilyenkor kiakasztjátok a kis horgot a szájából, lefertőtlenítik. Így van. Puszi az orrál, aztán vissza. Így van, fotó, videó, aztán hajrá, mehet vissza. Az élményt meg megadta. Uh-huh. De finom egyébként? Na nézd már, na már, ő már vágni. Igen, fel is visszaengedni, csak kivágna belőle egy 3,5 kilós darabot. Ha már kifogtad azért, dobjuk már fel a grillre legalább. Hát a legtöbb hal az finom, tehát a legtöbb hal az azért finom, azt tudni kell. Tehát azért itt nekem ugye a nagy kedventem a harcsa, és amikor menjünk egy harcsás túrára az Ebró folyóra, azért egy ilyen kisebb példány, Csak felugrik az asztalra, tehát egy ilyen méter körüli persze, amiből van sok, meg egyébként nem okozunk vele kárt, azért egy-egy hét alatt egy-egy hal fölkerül az asztalra, és nincs vele probléma. Uh-huh. Tehát mi se vagyunk azért farizeusok, tehát megesszük a halat, szeretjük a halat, de amikor egy olyan vizen horgászunk, ahol tudjuk, hogy kevés van, ahol minden hal ajándék, onnan nem veszem ki. Tehát azt nem lehet, itt a magyar egyébként természetes vizek is ide tartoznak. Nyilván. Azt nem lehet egyébként, hogy a pacus sem szereti alapból az emberi herét, csak ledumált az arapajmával, ami kicsit pipa, és mondta neki, hogy akkor te legyél hát hosszabb. De mondjuk nekem ez az emberi here, ez még jobban billegő sztori, mint ez a húgy vezetékbe felúszó kicsi hal, mert azért ezt így nehezen tudom életszerűségében elképzelni, hogy hogy is keverni azt össze, meg egyáltalán, tehát, hogy oda jön, és akkor majd ott rákaffant, tehát az érdekes. Tehát na most azon, hogy a pacu, nem azon, hogy a pacu a könnyebb utat választja, mert én most elolvastam, hogy ő úgy eszik gyümölcsöt, hogy dióféléket eszik. Azért ugye össze kell roppantani. Az melós. Oda mész a herére. Azért van a szép nagy foga neki. És a gózidat keveri össze a dióban. Igen. Aha. És az könnyebben fogyasztható. Oh. Azért jó, az csúnya. Mert ha csak fölkapaszkodik rá, az oké, de amikor egyből össze is töri, azért is az vidáman úszol majd a Dunában valahol fönt Visegrádnál, és egy ilyen pacu így megérkezik, nem? És azt mondja, akkor és kész. És soha hogy többet. Hogy csinálja? Szerintem számoljunk le ezzel a város legendával, húzzunk sorsot, hozzunk ide egy pacut. Tegyük bele egy akvárium, és valaki menjen be egy fél órát fürdeni. Igen. Köszi, hogy elkezdtél. Hát találtok vállalkozó kedvűt, aki egy medencébe bemegy egy pacúhol, azt a Bolzoli. 24 órát. Igen, pont a Bolzolira gondoltam, tehát ő aztán mindent bevállal. Igen. Tehát a skorpióktól a viperákig minden volt már. Ő már annyi mindenkivel feküdt össze, hogy neki ez már meg se. Meg se már nem lesz probléma. Gábor, köszi, hogy jelentkeztél és elmondtad ezeket. Ciao, hello. Nagyon szívesen, szép napot, sziasztok. Köszönjük szépen. Igen. Hát ez a horgászat, ha van valami, ami nagyon távol áll tőlem, akkor ez a horgászat, nem? Nem is értem. Biztos nagy kikapcsolódás, biztos persze. Óriási hobbi, de hát... Elmesélem, hát a gondolod, mert Soma rá van gyógyulva, hogy rohadt kukacokat kell ráhúzzak egy horogra, szerinted az kikapcsolódás, kinyitod a ízét, a csontics dobozt, és így minden üdös. Mozog. De hát a gyerek miatt nyilván mit csinálsz? Persze, menjünk horgászni. Anyám. És van fogás, ügyes? Micsoda? Hát. De visszaengedni nem emöli meg, mint az apja, nem? Nem teszi azonnal a grillre. De arra megy rá. Látok, már forró a grill minden? Egész persze, nap 0-24-ben ízik. Aki, amit talál, rádobja a grillre. Megsümálheted is. Aha. 5 darab ilyen tenyérnyi keszegünk volt valamelyik nap. Komolyan? Kicsi paprikával, sóval? Beírdalva, te. Úgy ették. És a gyerek is eszi, tudod, mert ő fogta. Azt mondja, hogy apa, ezt én fogtam. De jó. Csak ne legyen annyira fanatikus egy pár év múlva, mint ez a csepeli horgász, aki ugye pöccsel védte a saját területét a helyi futókkal. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.